Első fejezet. Csodálatos, hogy az emberek rendesen többet költenek, mint kellene. Abban az időben Nyalka huszárezred feküdt Trencsénben. Jó dolga volt a szép szőke trencsényi szlecsinkáknak és nyevesztáknak, kisasszonyoknak és menyecskéknek, mert a kolera miatt egy gyalogezredet is idehelyeztek az egészséges városba. Annyi tiszt lődörgött itt, hogy még a szeplős asszonyoknak is hármával jutott udvarló. De valamennyi tiszt közt a legszebb fiú volt Noszti Ferenc huszárhadnagy. Vidám, könnyelmű, eleven pompás, lovas, jóvívó, jótáncos és nagy kártyás. Mindebből aztán az következett, hogy roppant szerencséje volt a szerelemben. Sok nyoma maradt annak, és kevés szerencséje a kártyában, aminek szintén maradtak nyomai, kifizetetlen váltókban és kötelezvényekben. Katonatiszti adósság fizeti a nagy harang. Zajos tél volt, vidám farsang, egyik bál a másikat követte a nagy szamárhoz címzett vendéglő nagy termében. Noszti hadnagy a polgármester leányába, Velkovics Rozáliába volt szerelmes, gyönyörű, törékeny jószág volt, annak kiárt az éjj zene minden muri után, meg a sok virágbokrét a tél évadján, az mind pénzbe kerül. Aki pedig szerelmes, az rendesen el van keseredve, tehát iszik, és ha lehet, pesgőt iszik, és az is pénzbe kerül, a hadnagyi fizetés ellenben csekély, ami csak azért szomorú, mert otthonról ugyan vékonyan csörgedezik a segítség. Az öreg Noszti pálnak magának is le van foglalva a fizetése, de azt persze nem szabad itt tudni. Az öregről itt csak azt tudatik, hogy oszlopos tagja a kormánypártnak, s hogy az őseinek valamikor pallós joga volt. A pallós megvan még, de most kukoricát morzsolnak otthon, Noszta házán a tompa érén. Mindegy, a pengéje ide fénylik azért. Ami Velkovics Rozáliát illeti, még az se egészen tiszta munka. Rozika ugyanis el volt ígérve Kozsehuba Tivadarnak, a megboldogult takarékpénztári igazgató fiának, akinek virágzó szeszgyára is négy háza van a piacon, köztük a jól jövedelmező Nagy Szamár nevű vendéglő. Már éppen meglett volna az eljegyzés, mikor a szép hadnagy felbukkant a láthatáron. Minden össze-vissza kuszálódott, Rozika habozó lett, messzebb, egyre messzebb tolta az eljegyzési terminust, egyre hűvösebb lett a nagyfejű Torzomborz Kozsehuba iránt, és a vak is látta, hogy a zsinoros dolmányhoz húz ide hajlott nemzetes Velkovicsné asszonyom is, ragyogó szemekkel mondogatva: várjunk még, ne siess, Velkovics, ne okoskodj! Ha Noszti megkéri a leányt, legyen inkább a Nosztié. Noszti nagy család, Vice ispán család, érsek is volt már a Nosztiakból. Nagy dolog az, Velkovics, édes uram, gondold meg csak! Az apja ott ül az országgyűlésen, az egyik nagybátyja, a bécsi Noszti, excellenciás úr, egy másik Noszti kanonok. Milyen dolog lesz az, mikor majd azt mondod a kaszinóban: ma a nászom beszélt a házban, ugyancsak okosokat mondogatott oda az ellenzéknek. Velkovics uram azonban nem ezen a nézetem volt, ki is tört ilyenkor. Nem adom a lányt ennek a hadnagynak. Hes varjú, ne károgja fülembe. Nem adom pedig azért, mert ez a hadnagy csak hadnagy, de ha kapitány volna, se adnám, mert lump. De ha lump nem volna, se adnám, mert katolikus, én pedig luteránus létemre csak luteránusnak adnám. De ha luteránus volna, se adnám, mert nagyúri házból való, ahonnan minket, ha egyszer odaviszik, meg se fog látni az új családjával egyetemben. Azt ti ostoba asszonyok fényes partinak nevezitek, ha a leányotokat úgy adjátok oda, hogy aztán szégyenkezik hozzátok jönni. Én azt eltemetésnek nevezem. Ennél fogva inkább adom a Nagy Szamárnak, egymás közt így nevezték a vendéglő tulajdonosát, mint a nagyúrnak. Ami pedig azt illeti, hogy egy érsek is volt a Nosztiakból, hát az bizonyosan az égbe jutott, és éppen ebben van a baj, mert annak sehogy se tetszenék ez a frígy, s ott még közbejárna a bosszúságában az égieknél, hogy vonják meg ettől a házasságtól az áldást, melyben egy luteránus kapaszkodik fel a híres családi fára. No, hát az én Rozáliám nem mókus, és nem fog semmiféle fára felkapaszkodni, míg én élek. Azzal is szeretnéd a szememet betapasztani, Zsuzsánna, hogy kanonok rokona van a hadnagynak, akitől örökséget lehet várni. Hát én azt mondom, Zsuzsánna, hogy a papok ideje lejárt, és nem sokára olyan szegény ördögök lesznek, mint a mi papjaink. De ha nem is, én becsületes ember vagyok. Nekem az ebből gyűlt szerzedék nem kell.
Na, mit rázod a fejedet? Hogy nem ebből gyűlt szerzedék? Hát mit tudsz te? Te semmit se tudsz. A történelmet kell lapozni, Zsuzsánna, barátocskám. Azt mondtad, hogy én se lapoztam? No hát, nem lapoztam, nem értem rá, de azért tudom, hogy mit jelent az a holt kéz, ahogy a papi birtokokat nevezik. Hát mit jelent, no? Vág közbe Velkovicsné. Azt jelenti, Zsuzsánna lelkem, hogy a papok annak idején szörnyen becsapták az országot. Szent István királyunk igaz tett nekik ígéreteket, hogy birtokokat kapnak, csak kereszteljék, térítsék a népet, de semmit se írt alá, anélkül halt meg. Most aztán a papok összeröffentek, csináltak egy adománylevelet, óriási darab területeket osztva fel püspöki uradalmaknak, levágták a Szent Király jobb kezét, és abba szorítván be a kalamust, aláírták vele nevét az okmány alá. Már most aztán mi következik ebből? Egy különös jogeset. Irtóztató ravasság volt ebben. Senki sem mondhatja, hogy az aláírás nem az István király keze írása, hisz az, és mégse az, mert már akkor holt kéz volt. Hát érted-e már, mi forrén bennem? Tessék ebből kiokoskodni. Istentelen egy dolog ez, amely nem sokáig maradhat már annyiban. A csendes, vidéki, félművelt emberek fejében csodálatosan alakulnak át az elmúlt események, és izgatják őket. Hanem hiszen az mindegy, a fő dolog, hogy Velkovics a Kozsehuba pártján állt. Velkovics azonban a hangulatok embere, és mikor a hadnagyot a lován látja, neki is ugrál a szíve örömében. Mégiscsak szebb a ló, mint a szamár. Ám bár a nagy szamár árán akár egy ménest lehetne venni. Aztán a hadnagy kedves, megvesztegető modorú fiú olyan szépen tudja mondani Velkovicsnak, hogy kedves Gyuri bácsi, és olyan szeretettel néz rá, hogy attól az ő szíve is megolvad. Szó, ami szó, gondolja magában. Ha lány volnék, én is csak olyan volnék, mint Rozália, de mint hogy én férfi vagyok és nem vagyok szamár, hát mégis inkább adom Rozáliát a nagy szamárnak. Ezért nem volt még tiszta munka sem a Kozsehuba terbe vett eljegyzése, sem pedig a Noszti hadnagy felülkerekedése. Így is csöppenhet, de amúgy is. Kozsehuba érezte, hogy roppant veszedelmes ellenfele támadt, fortak benne az ádász gondolatok, amelyeket nem önthetett versszakokba, mint a poéták, mert nem ivott ama bizonyos kasztíliai forrásból. Kozsehuba csak sört ivott. Noszti sem volt bizonyos győzelmében, úgy vette a dolgot, mint egy háborúviselést, amelynek kimenetele bizonytalan. A háborúviseléshez azonban pénz kell, ő szerencsétlenségére éppen most tört le. Nagyon sokáig volt már egy ugyanazon városban. Az mindig kész méreg egy katonatisztnek. Az Anderes Tétjen, Andere Mégyen közmondás nem bolondság. Az új lányokat még talán elengednék a hadnagyurak, hanem az új városokra, melyekben új uzsorásokat és új hitelt találnak, határozottan szükség van. Noszti hadnagy minden hitele kimerült, most már azon a fokon járt, hogy a kamerádjaitól kért apró 10 forintos kölcsönöket becsület szóra, és azokat is alig bírta megadni. Ez rendesen a vég kezdete. Tavasz felé már semmi eszközökben sem válogatott, eladta a 2 lovát értékes tárgyaitól, emlékeitől is megvált, ezeknek az árából igyekezett még fenntartani helyzetét, úgy, ahogy Velkovicsék szemében, de mikor ezek a nyáron Rájecre utaztak hosszabb fürdőzésre, egyszerre végképp bedugult minden forrása, pedig a döntő ütközetnek Rájecen kellett megvívatnia. Az apja megírta, hogy nem adhat most egy garast sem. Rossz világ jár rám, az egész hónapban vesztettem a tarokkon. A módosabb nosztiak a tavaszi fagyokról és a takarmány hiányról panaszkodtak, még a jó kanonok is, aki pedig készpénzbácsi volt eddig, kisiklott egy áltatos okoskodással. Krisztus urunk néhány halacskával töltött meg számos embert, szomorúan kell bevallanom csekély szolgájának hiú erőlködését, aki minden halacskájával is képtelen volt egy embert betölteni. Hiú kísérleteit immáron abba is hagyja. Ámen. Így kétségbejtő viszonyok közt az a hadfi forté villant meg a megszorult hadnagy fejében, hogy akinek nincsen puskapora, szerezzen az ellenségéből. Hanem ahhoz bizony egy kis pofa kell. Hiszen igaz, azelőtt, mikor még nem udvarolt Velkovics Rozáliának, egy ízben már kért Kozsehubától 100 forintot, és azt pontosan megfizette, éppen ez a tény sugalta az eszmét,
de az akkor volt. Most egészen más a helyzet, harcban álltak a leány miatt, és egyébként Noszti félvárról vette a zsíros civilt, az pedig lelke mélyéből gyűlölte benne nem csak a vetélytársat, hanem a szép hadnagyot és előkelő nevű Urfit. Nagyot bámult tehát, midőn az egy este nagy kard csörtetéssel és sarkantyú pengéssel benyitott az üzleti irodájába. No, talált ki, Tivi, miért jöttem én most te hozzád? Bizony nem bírom elgondolni. Egy kis baráti szolgálatot kérek tőled, kedves öregem. Bámulatosan melegítő, rokonszenves hangja volt. Ugyan, csodálkozott Kozsehuba. Nem kerülgetem a kását, katonás egyszerűséggel fordulok hozzád, nem volnál-e szíves 200 forintot kölcsön adni? Kozsehuba már eleget hallott a városban a Noszti pénzzavarairól, és gondoskodott róla, hogy Velkovics uram fülébe is eljussanak, mert árcs az ellenségnek, ahogy lehet. De annyira megszorultnak mégse hitte, hogy éppen ő hozzá merje fordulni, akit annyiszor megsértett hányavevő modorával, elmés célzásaival, éppen Rozália jelenlétében. Na, ez már mégis nagy szemtelenség. Akkora nagy, hogy megzavarta Kozsehubát. Ilyesmire nem volt elkészülve. Hirtelenében nem talált szavakat megbotránkozására. Azon gondolkozott, hogy a szemébe kacagjon-e, kigúnyulja-e, vagy pedig egyszerűen üzleti ridegséggel elutasítsa. Addig gondolkozott, míg aztán se az egyiket nem tette, se a másikat, hanem valami mást tervelt ki, és így szólt a hadnagyhoz jó akaró hangon. Mire kell az a pénz? Hogy némely apró dolgaimat rendbe hozzam, míg otthonról nagyobb összeget nem kapok. Nem mondta meg, hogy Rajecre akar menni a pénzzel. No, tudod, felelte Kozsehuba, 200 forintot nem adok. Soknak találod? Kevésnek. Mire megy 200 forinttal? Az csak egy kis éterinjekció, vagy levegőt adok, amiben mozoghatsz, vagy nem adok semmit, vagy 1000 forintot kéri, vagy semmit. A hadnagy el volt érzékenyülve, majdnem a nyakába ugrott a nagy lelkesedéstől. Te vagy a legjobb cimbora, a legédesebb fickó a világon, szeretnélek össze-vissza csókolni. Tudod-e, hogy boldoggá teszel? No, csak még ne hirtelenkedj azzal a megcsókolással, mert igaz, hogy adok neked 1000 forintot kölcsön, de nem akarok benned csalódni. Afelől biztosítlak, pajtáskám. Egyszer már csalódtam benned, mondta összevont szemöldökkel Kozsehuba. Én bennem? Hát igen. Egyszer már adtam neked 100 forintot kölcsön, emlékszel? De hisz megadtam. Éppen azért csalódtam benned, mert azt hittem, hogy nem fogod megadni. Ha most azt hinném, hogy megadod, másodszor csalódhatnám. Akiben én egyszer csalódom, én annak többé nem hiszek. Én üzletember vagyok, barátocskám, úgy is, ahogy te szoktad mondani, filiszter, nekem elveim vannak. Nem értelek, idegeskedett a hadnagy. Adsz vagy nem adsz? Adok, mondta ez nyugodtan. Ha meg tudod 3 hó alatt fizetni? Hogy ne tudnám? És ha lesz egy elfogadható jó tálló, tette hozzá Kozsehuba. Erre bezzeg menten elsavanyodott a hadnagy ábrázata. Ez egy rossz tréfa, Timadar, hisz ha nekem elfogadható jó tálom volna, akkor egy intézethez fordulok, és nem alkalmatlankodnám a barátaimnak. Hol szaladjak én itt az idegenben egy elfogadható jó tálló után? Ki ír nekem alá 1000 forintot itt ebben a zabpátriában? Kozsehuba válvonogatva fonta össze mellén a kezeit. Nem mondtam én, hogy szaladj valaki után, én csak azt mondtam, hogy legyen a válton jó tálló. Hogy hol veszed, miképp veszed, mint szellem lépe be a kulcsukon, azzal nem törődöm. Én csak azt kívánom, hogy jó tálló legyen a váltód. Érted-e? Noszti vörös lett erre, mint a láng, haragosan emelte fel fejét kevére. Te úgy látszik, elfeledkezel, hogy egy Nosztival beszélsz? Én csak egy ajánlatra mondtam egy föltételt. Felelte ártatlanul a kezeit dörzsülve, mintha mosná. Egy elfogadhatatlan, sértő föltételt. Ha sértőnek találod, visszavonom, ha elfogadhatatlannak, ne fogadd el. Eszembe sincs. És ezzel fölcsapta csákóját még a szobában, s dühében hátra rúgta előre csúszott kardját, úgy rohant kinihegve fújva, de a küszöbről még hátra kiáltott hevesen. Kozsehuba, te nem vagy úr! Másnap a sörházban találkoztak a Kuglizónál. Ebéd előtt odahúzódik az egész városi intelligencia. Koperecki báró is ott van ilyenkor, és azon felül mindenki, akiben izomerő van,
kilökni a golyót. Nagy zaj és óriási érdeklődés mellett folyik a Kriegs Party. Ebben nyer kielégítést, ami hadakozási ösztön a jámbor tóturakba beleszorult. A had nagy kedvetlen volt, szép hosszúkás arcán átvirrasztott vagy átdorbézolt éj nyomaival, kékes patkókkal a szemei alatt, hihetőleg bántotta a tegnapi eset, mert rá se nézett Kozsehubára, hanem egyszer aztán kilencet talált ütni, amire nagy hurrá kiáltást támadt, és a hadnagy is vidámabb lett, mert nincs az a vérbeli kuglizó a világon, aki arra a kélyes zörejre, amit a kilenc bábú összeomlása kelt, ne felejtené minden baját, és amint ettől a dicsőségtől mámorosan Kozsehuba mellett kellett átmennie, és ilyenkor még a halálos ellenségének is megbocsát az ember, nem állhatta meg, hogy meg ne szólítsa. Nagyon megharagítottál tegnap, Tivadar? Pedig nem volt okod, mentegetődzött Kozsehuba. Mert mit kértem tőled? Ne beszélj, kérlek, olyan hangosan. Úgy szólván semmit. Folytatá halkan. És az egész dolgot be lehetett volna pecsételni a te pecséteddel, és ráírni a borítékára, hogy csak azon és azon a napon bontható fel. Ha pedig, amint mondod, addig kifizetett, hát akkor igazán tártalan az egész mesterség. Hiszen persze, persze, de tudod, mégis. Léni, egy kriglit hozzon! Majd megint Kozsehubához fordult. Ugye szép lökés volt, mi? No, ami pedig azt a tegnapi dolgot illeti, majd meggondolom, hogy mit lehetne benne tenni. Most már a boltomban vagy, gondolta magában Kozsehuba. S valóban este felé újra megjelent nála a hadnagy, nagyon szelíd volt, semmi negéd, semmi hegykeség a magatartásán. Hát mégis eljöttél? Kérdezte Kozsehuba közömbösen. Az ördög idehozott, add ide azt a cédulát, hadd írom alá. Mondá folytott hangon. Kit akarsz? Kozsehuba tintát, tollat és egy váltó űrlapot tett eléje. Hát, mondjuk például az alezredest, Stroma d'Albert lovagot, ajánlta Kozsehuba. Eredj a pokolba vele, tört ki Naszti. Annak olyan szép kalligrafikus írása van, hogyha a nyakam vágod, le se bírom megközelíteni. Annál jobb, nevetett Kozsehuba. Legalább nem kell majd írás szakértő. Naszti összerezzent. Mit mondtál? Kérdés sötét arccal rekedten. Semmit, mit mondtam volna, hiszen csak üres formalitás az egész. Hiszen csak egyet percen a kihegyezett, meghasított luttól a papíron megiramodik egy kicsit. Hely, erős munka volt. No, máskor nem lesz már olyan erős. Föllélegzett, izzadó üstekét megtörölte, és lecsapta a tollat, mintha egy mázsás rudat dobna le. Itt van, fölökte. Nézd meg, rendben van-e, aztán pecsételjük le. Kozsehuba csak úgy félszemmel pislogott rá, látta, hogy rendben van. A Naszti név felé oda volt írva kusza bizonytalan betűkkel, Adalbert von Strom. Hát rendben volt. Kozsehuba benyúlt a Wertheim szekrényébe, és kiolvasta neki az 1000 forintot. Most már hadd szaladjon vele Rajecre lányt hódítani. Mondani sem kell, tán magától értetődik, hogy volt most hegyenvölgyön lakodalom, ami hadnagyon kihúzta magát, szabadságot kért, elment Rajecre, és ott olyan szelet csapott a szép Velkovics rózsika körül, hogy a világ bámult. Meg kell adni, hogy mutatósan tudott költeni. Nem járt itt ilyen gavallér, még tán a turzó kisasszonyok idejében sem, akik itt fürdőztek a hajdankorban. Picin lábnyomaikat még most is látni véli a fenyvesekben egy-egy a múltakon elmerengő sétáló. A pénz repült, de az idő is. Egyszer csak vége lett a nyárnak, Velkovicsék hazajöttek a skatujáikkal és ládáikkal, a hadnagy szabadság ideje lejárt, minden elmúlt, a nyár virágai elnyíltak, a falevelek sárgulni kezdtek, minden hervadozott, csak a szerelem nyílt javában a két ifjú szívében. A hadnagy érezte, hogy itt az ideje huszárosan nekivágni, és megkérte Velkovicstól is a leányt. Az öreg úr nem mondott nemet, nem mert az asszonyoktól, hanem annyit mondott, hogy aludjunk rá egyet, hadd ismerkedjünk meg jobban. A halasztás pedig veszedelmesebb volt most a kosárnál, mert a váltó lejárat ideje közelget kérlelhetetlenül, megdöbbentő bizonyossággal. A halál semmi, még ha biztos is, mert az elácsorog, megáll, kanyarodik, megfordul, visszahúzódik, mint az út közben egerésző macska. Isten tudja, mikor érkezik meg, enged egy napot, vagy egy hetet, talán többet is, de a határidő, rideg szám, az nem engedhet semmit. Október 10-e,
Tehát nem lehet se előbb, se utóbb. Az éjek és a napok egyszerű fehér és fekete kockák, mint a híd padlóin, ő rajtuk keresztül lépeget Zordonon, kimérten a kiszemelt áldozat felé. A rettenetes október 10. Míg messze az idő 100 terv, meg annyi 100 vígasztaló barát enyhíti, oszlatja a gondot, törüli a verejtéket az izzadó üstökről, de amint zsugorodik a kockás mező, szétszaladnak a jó barátok, a vérmes tervek, s marad csak egy, a legutolsó, a legkétségbejtőbb, megérni haza az öregnek. Kedves apám, ha még életben akarsz találni, jöjj hamar, nagy vallomást kell tennem, de azt csak élő szóval lehet. Ha október 10-éig jössz, még beszélhetsz velem, 10-én reggel már halva leszek, bocsássatok meg nekem, és temessetek anyám mellé. Hely, erre a szomorú levélre megdobban otthon az apa szíve. Mikor indul a legközelebbi vonat? Hamar a táskámat, a köpönyegemet, mint az áporeső sírdogál a kisasszony. Jaj, meghalok itthon a nagy bizonytalanságban, védj magaddal engem is, apuskám. Bizony, nem is olyan rossz gondolat, ki tudja, mi baja a fiúnak, de legyen bármi szívbéli keserűség, ha valaki visszabírja őt rántani a sírból, az a húga keze, hiszen mindig annyira szerette, olyan nagyon kényeztette. Jól van, készülődj fel, együtt megyünk, leányom. Nosztipál és Vilma leánya 9-én este felé Trencsénbe értek, és a nagy szomárhoz szálltak be, onnan küldték el a bérszolgát, keresse fel Noszti hadnagyot. A hadnagy nem sokára eljött, már az is milyen nagy öröm, hogy életben van, s töredelmes vallomást tett. Máskor földig sújtotta volna az öreg Nosztit az eset, most csak annyit mondott sötéten: ilyesmi még nem történt a familiánkban, de most már késő, hogy emiatt neked szemrehányást tegyek. Most már csak annyi időnk van, hogy mentsük, amit lehet, de miképp, mert pénzt nem hoztam. Annyira megijesztettél, hogy rögtön jöttem. Hol vegyek itt pénzt? Engem itt senki se ismer. Hiszen éppen ez a jó, jegyezte meg nagy cinizmussal a fiatalabb Noszti. Az öreg eltűnődött, miféle ismerőse lehetne itt? Hát a kis Kubica főispán. Az bizonyosan megembereli, ha itthon van, s ha nincs pénze, is segít valahogy. Aztán itt lakik most báró Koperecki Izrael Izsák is. Igaz, hogy önző, tótember, de lehet vele beszélni, van rajta egy kis kaszinói patina. Csak hogy most már későn van, vacsora ideje, ilyenkor senkit sem illik meglátogatni ilyen szándékkal, legjobb lesz reggelre halasztani a műveletet. Eredj most a szemem elől, ne lássalak, mert csak az epém for fel, pirongatta meg a hadnagyot. Végezd a dolgodat, ha van, vagy aludj, ha tudsz aludni, de én előlem pusztulj. Reggel aztán eljöhetsz, és az Isten szerencsét ad, hát még egyszer kiváglak, pokol fajzatja, hanem aztán azt se halljam, hogy apád vagyok. Ezzel a mennydörgéssel könnyítvén atyai lelkén, a könnyelmű emberek csodálatos módon helyre igazodó nyugalmával lesétált leányával nagy szamár étkező termébe, mely alul volt két rekeszre osztva a vörös és fehér abroszok számára. A fehér abroszos teremben első volt, akit megpillantott egy nagyobb társaságban, báró Koperecki Izrael. Az asztalfőn ült, szürke kabátban, nyúlszínű fajtkakastollas vadászkalap a fején. Éppen javában beszélt valamit, mikor a Vilma kisasszony szoknyáinak suhogására egyszerre minden szem az ajtó felé fordult. Gyönyörű jelenség volt nyulánk magas termetével, finom fehér arcával, melyen valami költői köd borongott. Fekete haja volt, de nem fényes, olyan, mint a korom, s ahhoz egy imádandó fitos orrocska, hogy az ember szeretné megenni. Ohó, hoho, hiszen ez Noszti, kiáltott fel a báró kitörő örömmel, s úgy vágta az asztalhoz a kalapját, hogy szinte zúgott. Szervusz, két ilcsém, ennyi döderék dolog, hogy látlak. Koperecki felugrott, elejéből sietett, és egyben átigazítá magát kaszinói alaknak, kiegyenesítvén nyakát, félkörben hajlítá meg karjait. Csak a zúza hiányzik a hóna alul, jegyzé meg a törzsasztal szeniorja, a járásbíró, a rántott csirke szokásos tálalása jutván eszébe az arisztokratikus kéztartás formájáról. Koperecki aztán ott is ragadt a Nosztiak asztalánál. Az öreg úr felette nyájasan fogadta, és a kisasszony olyan pompás társalgó volt, hogy mindjárt át tudta melegíteni, akivel beszélgetett, mintha 10 éves ismerősök volnának. A báró apró szürke szemei csak hamar ragyogni és világítani kezdtek, mint a macskái.
Hova tovább jobb kedve támadt, még pezsgőt is hozatott, és vizes poharakat rendelt hozzá, így előkelő az vidéken, hogy a plebs ne tudja, mit isznak az urak. Egyébként hiába erőltette a nagyvilági bontont, azért igazi típusa maradt a vidéki gavallérnak bizonyos zöld allűrökkel. Zsonglőr mutatványait vette elő, mindjárt első intrádára elnyelte a Vilma kisasszony kesztyűit, majd újveretű körmőci aranyakat szedegetett elő a hajából és a csipkés galléria fodraiból, amire nagyokat kacagott az öreg noszti, de Vilmának határozottan visszatetszett a szemtelen tréfa, bár nem mutatta. Amikor a kunstokból kifogyott, odaintette a kucsébert, rákényszerítvén Vilmát, hogy húzzon az acskójából három számot. Vilma húzott, de a három szám összeadva túl volt a százon, tehát nem nyert. Most maga húzott Koperecki, megint nem nyert. Dühös lett, káromkodni kezdett, majd megmustrálta a kucsébert, hogy csal, kiszedte a számait, megolvasta, hogy 90-e, mindez igen közönséges, ízetlen magaviselet volt, de csak el kellett azt nyelni jóképpel, mint egy kapitális bohóságot szokás, hiszen kisvárosban kisvárosi emberek laknak, és végre is Vilma kiérezte apja modorából, hogy Koperecki ez idő szerint becses ember. Különben nem volt ostoba, látszólagos egyögyűsége mellett ravasz tervet főzött ki. Az a művelet, hogy az aranyakat a Vilma hajából fogdosta ki, s hogy az elálló hajszálak érintése édesen csiklandozta, veszedelmes kóstoló volt. Tovább, tovább incselkedett vele az a pajkos tündér, aki a pezsgőben lakik. Tudja mit, Vilma kisasszony, se az én kezem nem szerencsés külön, se magáé, van egy babonám. Próbáljuk meg, húzzunk egyszerre, együtt, én egy számot, maga a másik kettő. Megrázta az acskót, és oda nyújtotta Vilma felé. Vilma kisasszony bedugta a keskeny kis kezét, mire a sejm a Koperecki is benyúlt a maga nagy mancsával, de volt annyi esze, hogy az acskóban nem a begöngyölített számokat hajszolta, hanem mohón kapott a fehér kezecske után, megszorongatva azt nagy kéjjel, mámoros pislogással, mintha puha meleg madárfészekben turkálna. Érezte a kéz lüktetését, izzó tűznyorgalt áterein, a leányarca pedig piros lett, mint a rózsa. A bolond is kitalálhatta, hogy az acskóban mi történik, de hát amit az emberi szem nem lát, azt nincs joga az apai vigyázatnak figyelembe venni. Ennyi, Koperecki, sziszent fel durcáson Vilma, és kirántotta kezét az acskóból. Megvan maga bolondulva, vagy mi? Úgy látszik, hogy csak ugyan bolond vagyok, mert kis számot kellene húznom, és ahogy szándékosan egy nagy numerusz után vetettem ki a kezemet. Haragszik? Persze, hogy haragszom. Felelte és elfordította a szép álmatag arcát. Erre aztán teljesen elkeseredett Koperecki fejét lehajtotta félkönyökére, és elkezdett könnyezni. No, ne okoskodj, Kéti, ne légy gyerek, szólt közben az öreg noszti. Micsoda dolog az, Vilma, hiszen csak tréfa az egész. Még csak az hiányzik, hogy felhívjátok rá a közfigyelmet. Már is ide néznek az idegen asztaloktól. Hamar nyújts kezet Koperecskinek. Vilma engedelmeskedett, ami aztán annyira fölvillanyozta a bárót, hogy egészen vidáma fölkiáltott. Hopp, na most meghalsz, kucséber, játszom az egész kosárra. Ez mindig esemény a nagyszamárnál, korszakalkotó dolog. Minden évtizedben egyszer történik, hogy egy-egy nábó vagy tékozló örökös egész kosárra játszik. Síri csend támad szerteszét az asztaloknál. Beszélgetés, anekdótázás félben marad. A kucséber szívének hangos dobogását lehet hallani. Szegény olasz élet folyamatja megdöbbentő válponthoz jutott, vagy koldus lesz a következő percben, vagy szerencsefi. Minden figyelem ide fordul. A pincérek lából legyökerezik, még tán az óra is megáll a falon, bereked a tiktak egy-két percre. A báró sokáig kotorász az acskóban, végre kirántja három számot, és figyelmesen a kucséber arcára nézi. Nyertem! Hörgi diadalittassan. Honnan gondolja, kérdi Vilma. A kucséber arcáról látom, biztos. A kucséber arcára kétségbeesés gyöngyözik. Ő már ismeri kívülről a számait, és hirtelen összeadja, de a szörnyű katasztrófát látva mégse adja meg magát, megüvegesedett szemeit babonásan emeli a mennyezet felé, nem mer hinni a bizonyosban, és csodáért imádkozik. Ó, Santa Madonna, segíts!
A számok azonban Santa Madonnánál is erősebbek. A 9, 15 meg az 53, Maróti szerint 77. Jóval százon alul, a kosár tehát Kopereckié. Engedje meg, Vilma kisasszony, hogy önnek ajánlhassam fel. Olyan kevélyen szertartásosan mondta ezt, mint egy középkori lovag, ki az ellenségtől elvett zászlót a királyné a lábához teszi le. Köszönöm, uram, addig is még viszonozhatom. Mit? Viszonozni akarja? Pattant fel Kopereczki. Vagyis szintén kosarat akar adni nekem? Vilma elmosolyodott. No, hát alkudjunk meg, és a kosarat nem maga kapja. Bíztatta meg, miközben kivett a kosárból egy szem mogyorót és egy narancsot, a mogyorót ketté harapta a hófehér rizskása alakú fogaival, a narancsot félretette, a kosarat pedig visszaadta az olasznak. Itt van, szaladjon vele, szegény ember, és máskor ne kezdjen ki a báró úr szerencséjével. Az nem is kérette magát sokáig, úgy elszaladt terhével, mint a füst, abban a meggyőződésben, hogy a Madonna mégiscsak segített rajta egy másik Madonnát küldvén le az égből maga helyett. Most meg már azért neheztelt meg Kopereczki, hogy hát az ő ajándékát így becsülte meg a kisasszony. Ezt ő nem érdemelte, ez kegyetlenség. Isten, aki az ő szívében olvasni tud, látja, hogy az milyen tiszta és őszinte, s ezen aztán sírni kezdett, el nem felejtvén, amennyi nedvet kisírt, azt megtetézze beszedegetni a poharakból. Nosztiék látván, hogy a báron mind jobban erőt vesz a bor, fáradtaknak jelentették magukat, és elbúcsúztak, hogy a szobájukba vonulnak. Kopereczki váltig ellenkezett, ej, nor estellem, hogy jobban nem mulattattalak. De miért nem írtad meg előre, bátyáskám, barátocskám, hogy jössz? Fogadtam volna galócát a vágban, kötöttük volna nyakára pántlikát, nemzeti szint, ahogy szoktuk, ha nevezetes férfiú vendég van. Galóca nélkül nem lehet. Egyszer Deák Ferencnek is küldtünk, de mikor az angol királynőnél elébe tették, megsülve a nemzeti szín pántlikával nyakán, csak nézte, de nem mert belőle enni. Várom, mondta, hogy előbb talán a szózatot is el fogja énekelni. Erősködött, hogy galóca nélkül nem ereszheti el a város kedves vendégeit, azért csak olyan föltétel alatt engedte őket a szobáikba, hogy holnap még nála jelentkeznek. Fölmentek szobájukba, de az alvástól még messze voltak. Csordultig ki kellett élvezniük a vidéki mulatság minden ízét. Kopereczki valahol előkerítette a cigánybandát, Kicka Flórist, s éj zenét adott Vilma kisasszonynak, amire az bosszúsan fordult meg ágyában, és csípősen jegyzé meg. Az ember úgy látszik, nem kezdődik okvetlenül a bárónál. No, felelt félálmosan az öreg noszti. Csak hogy Izrael barátunk nem csak báró, hanem azon felül szenior is lesz, az pedig csinos kis bolondság. Második fejezet. A Kopereczki család, s főleg néhány szó az előbbi fejezetben szerepelt báró Kopereczki Izrael Izsákról. Kétségen kívül feltűnik az olvasónak az Izrael Izsák kettős név, és körülbelül így okoskodik, ha már az apja bolond volt, legalább a keresztszülőknek lehetett volna eszük. Micsoda hóbort az egy magyar bárót ilyen zsidó nevekkel megnyomorítani. Pedig bizony nem voltak azok a keresztelő funkcionáriusok bolondok, se a papája, tudták ők azt, hogy mitől hízik a légy. Az Izrael Izsák neveknek éppen olyan, sőt, amolyanabb oka van, mint például a Tamás keresztnévnek a szirmai családban, vagy annak a hagyománynak a gróf nádasdiaknál, hogy minden házukat mindenkoron náddal födjék, amit annyira betartanak, hogy mikor a pesti palotájukat nem engedte a fővárosi tanács náddal födetni, mégis náddal födették, csak tettek fölébe még egy zsindely fedelet is. Az Izrael Izsák keresztnévnek az az oka, hogy Kopereczki Károly a múlt század elején Prágába kerülvén, mint huszár főhadnagy összeállt ott egy kellemetes zsidó hajadonnal, mely vadházasságból egy fiú született, Móricz, s neveltetvén a zsidó rítusban és hitben csak felserdült korában adoptáltatott Károly által, kinek kemény szívét a közelgő halál fuvallata melegíti meg törvénytelen fia irányában. Ez a Móricz báró áttérvén a keresztény hitre, s megkapván az őt illető magyarországi birtokrészt, megtelepedett az Arany Prágában, kereskedelemmel foglalkozott,
A vér hiába kiüti magát, s kivált, mint katonai szállító, roppant vagyont szerzett. A magyarországi gőgös kopereckiek mindamellett megvetették őt, és sohasem érintkeztek vele, ami főbosszúsága volt életének. Gyermektelenül halván el bolondos végrendeletet tett, hogy vagyonának kamatait és mindennemű jövedelmét idők végeztelen a kopereczki bárói nemzetségnek olyan tagjai élvezzék, kik a Szent Keresztségben az Izrael Izsák keresztnevet kapták és viselik, mégpedig amennyiben több Izrael Izsák fordulna elő a családban, mindenkor a szenior, a legidősebb Izrael Izsák bárói a vagyon jövedelme, csak a kopereczki család címere felfordításával, vagyis magvaszakadtával száll az egész tőke a katonai kincstárra. Katonák bőrén szereztetvén, legyen a végén megint a katonáké. A kopereckieket természetesen hidegen hagyta a végrendelet. Nem reagáltak, a pénznek még akkor szaga volt, csak 20 évvel később a fösvény Kopereczki Benedek, 9. Benedek a családfán, mikor már a prágai kamatok nagyon felszaporodtak és a családi birtokok erősen megfogytak, gondolta rá magát a legutolsónak született fiúgyereknél, kinek az anyjára erősen gyanakodott. Egy az inszurrekcióból visszamaradt nyelvmester volt szóban, hogy Isten neki kereszteljék meg hát Izrael Izsáknak a kis parancsot. Báró Kopereczki Izrael Izsák viselte is a nevet egészen 20 éves koráig, de akkor belátta, hogy ezzel a névvel nem lehet egy kopereczki bárónak megélni Magyarországon. Kigúnyolják, hep-hepet muzsikáltatnak neki, az úri kisasszonyok háta mögött azt mondják neki a haragszomrádban, haragszomrád, miért? Mert olyan furcsa neved van, és összenevetnek lenéző aikbigyeztéssel. A megyei restauráció nem választják meg semminek, a bemutatásoknál még a családtagok is szégyenlik magukat, és elharapják a keresztnevet. Maguk közt is Kétinek nevezik a szerencsétlen, hogy tudnilik két I van a neve után, Kopereczki I. Kéti báró érezte, hogy ettől az átkozott névtől okvetlenül meg kell válnia, erre pedig éppen csak egy mód volt, hogy főbelője magát, és ezzel aztán egy füst alatt azt is bebizonyította apja előtt, hogy mégis igazi Kopereczki volt. Abban a tekintetben legalább, hogy nagy szamár volt, amiről országszerte ismeretesek a kopereckiek. Mutatja ezt a pozsonyi diétán szányra kelt paszkvillus is, Kopereczki István követre vonatkozó. Mivel nem vagy deák csupán Kopereczki, a nagy bölcsességtől ergo nem repedsz ki. Így múlt el vagy 20 év. Sok idő egy család történetében, az alatt bejött a váltó, vasút, a vasúttal a nagy fényűzés, pezsgők, havannaszivarok, és most már nem Galilei mondta, hogy mozog a föld, mert az ugyan meglehetősen közömbös volt, még csak ő mondta, hanem az volt a baj, hogy most már Kozsehuba János takarék pénztári igazgató, a Tivadar néhai apja, kezdte mondogatni tótosan, hogy mozogja a föld. Lehetett pedig ezt a mozgást látni a takarékpénztári könyvekből, az árverési hirdetésekből és egyebek közt az elterjedt kopereczki bárói család némely tagjainak mindig szűkebbre szoruló háztartásából, szemlátomást kopottabb fogataiból és egyre savanyúbb ábrázataiból. Nem csoda, hogy ebben a helyzetben az egyik kopereczki, 11. Benedek, nagyot és merészet gondolt, rávetette magát arra az eszmére, hogy ő megváltoztatja a nevét Izrael Izsákra, ha lehet, de megpróbálja, ha nem is lehet. A kamatok annyira felgyűlhettek azóta a prágai örökségnél, hogy ez már maga roppant garmada, de a puszta évi jövedelem is a 30 000 forintot kerülgeti. Nosza megindult a kormányhoz, császárhoz kiárni az új keresztnevet, püspök rokona révén magához, a római pápához is eljutott, és addig kilincselt, költött és rimánkodott. Még végre csak ugyan megváltoztatták a keresztnevét valamely törvényesnek kieszelt formák között Izrael Izsákra, de a bíróság kimondta, hogy néhaik báró Kopereczki Móric, a király által is helyben hagyott végintézkedése a Szent Keresztségben nyert névre érvényes, és nem a koronás főv audenciáján szerzetre. Utcú lelkem teremtette, most aztán leesett a hájuk a kopereczki bárók szeméről, kezdték már belátni, hogy ho-ho, hiszen ez a név voltaképpen nagy érték, és ami fiúgyerek született a legközelebbi időben, az mind Izrael Izsák nevet nyert. Úgy a katolikus, valamint a luteránus ágaknál. Persze, nem ütheti meg valamennyi az örökséget, de már a név,
egymagában is promesz, ajánlólevél bármely a világba lépő Kopereckinek, ha nem nyitja is meg a kövér örökséget előtte bizonyosan, de legalább el se zárja, és hitelt fakaszt a könnyelmű buzsorásoknál. Ahány Kopereczky családfő, annyi Izrael Izsák lett már most. Igaz, hogy az örökségben csak egy ült, az Kipcsavai Kopereczky Mihály fia, éppen abban az időben született, amikor 11. Benedek Rómában járt. Ezt most már úgy hívták a családban rövidesen, hogy szenior, pedig még csak most tanul járni. De ha megtalál halni, jön a szekvens, az lesz akkor a szenior, pedig most még csak szopik. Nőttek csöndesen lassan az Izrael Izsákok, s már a kiskorban bizonyos gyengédebb ápolásban részesültek a Kopereczky Józsefek, Mihályok, Benedekek, Györgyök és Jánosok között, sőt, a folyton romló világ is többre nézte, elnevezvén őket a várandós Kopereckyeknek, még a keresztény keresztnevű Kopereckyek, a kimaradt Kopereckyek gyűjtőneve alatt úsztak bizonytalan vizeken a boldogulás felé. Úgy, hogy idők folytán szívettépő dologgá vált a Kopereczky szülőkre nézve, hogy csak az egyik fiú szülöttüket ékesíthették ilyen névvel. Ott voltak őméltóságaik is, ahol az angol lordok, akik könnyen csorgatnak utóbb szülött fiaik bölcsejébe, vagyis még rosszabbul voltak, mert az angol lordnak a második, sőt harmadik fiából is lehet lord, ha elhalnak előtte az idősebbek, de a Kopereczky Györgyökből, Benedekekből, Mihályokból, haj, soha se lehetnek Izrael Izsákok. Bizony vérlázító, hogy a papok nem engednek több egyforma nevű élő gyereket egy ugyanazon apától és anyától. Pedig egyik másik Izrael Izsák meg is halhat időközben, s micsoda szívfájdalom az aztán, hogy a megmaradottakban egy se Izrael Izsák többé. Hanem hiszen, amit nem lehet, nem lehet, de miért nem lehetne megadni a módját legalább a szép hangzatra nézve? És egyszer csak kitalálta az egyik Kopereczky, akinek már volt Izrael Izsák fia, hogy a következő fiacskáját megfordítva Izsák Izraelnek keresztelteti. Ez ellen aztán nem is lehetett a papnak semmi nemű kifogása, ezt a kánonok nem tiltják, hiszen csak az kellett, hajrá utána a többi Kopereckyek, ami divat, divat, s lőn csak hamar majdnem annyi Izsák Izrael a családban, amennyi Izrael Izsák volt eddig. A bárónők egyebet se csináltak, szülték őket rakásra. Évtizedekig folyt ez ártatlanul, nem is látott ebben senki doluszt, legfeljebb jámbor mulatságot, hanem éppen most, történetünk idejében, hallatlan micsoda kavarodás történik belőle, ki hitte volna még akkor. Legközelebb negyedik Kopereczky Izrael Izsákra, Mihály fiára következett a szeniorság. Most ugyanis egy tüdővészes Kopereczky harmadik Izrael Izsák, a luterátus ágból a szenior, aki folyton utazgat, a tavaszt keresi és a sírt találja meg rövid időn. Mint hogy az utódlási igény még a szenior életében bejelentendő, ami egyszerűen a keresztlevél beküldéséből áll, és ez idő szerint negyedik Izrael Izsák, Mihály fia, az előbbi fejezetben leírt hórihorgas vörös Kopereczky a legidősebb, el is vitte a nyáron személyesen a keresztlevelet Prágába. De tessék csak elképzelni, mi történt. Már egy másik keresztlevelet talált ott. Az Izsák Izraelek közül, akikre a kutya se gondolt, véletlenül előállt első Izsák Izrael, 12. Benedek fia. Hogy azt mondja, ő 4 hónappal öregebb a hórihorgos vörös Kopereczky Izrael Izsáknál, tehát őt fogja illetni legközelebb a stallom. A szerteszét élő Kopereckyek általában, de különösen a legitim érzésűek megbotránkoztak-e váratlan fordulaton az Izsák Izraelekkel bíró familiák kivételével. S többnyire jól megmosták a törvénytelen követelő fejét, ha találkoztak vele. Megbolondultál, mit akarsz, szerencsétlen? Miféle nagyzási hóbor tesz tőled, hiszen nem vagy te Izrael Izsák, te csak Izsák Izrael vagy, barátocskám? Az mindegy. Ohó! No hát majd megmutatom, hogy mindegy. Két karakterisztikus zsidó névről van szó, és az örökhagyó intencióinak egyformán felel meg, akár az egyik van elől, akár a másik van hátul. Ennyiben állt az ügy, és valóban igen kellemetlen volt első Kopereczky Izsák Izrael váratlan föllépése,
Mert a vörös Kopereckinek nagyon kellett az örökség, csak nagy nehezen bírta foltozni a szegénységet. A birtoka alig jövedelmezett valamit, hivatalt pedig nem vállalhatott, mert semmihez sem értett. Úgy nőtt fel, mint egy csíkó, nyilvános iskolában nem adták, az otthoni nevelését pedig a Krapeci kántor tanítótól, Szlimák Józseftől nyerte. Mikor már olvasni megtanult, csoda, hogy megtanult, az apja közbelépett, hogy nem engedi tovább kínozni a gyereket. Hogy mit csinált, mivel töltötte idejét, 33 éves koráig, annyi idős most, bajos elősorolni. Voltaképpen semmit se csinált, vadászott, lovazott, eljárt a szomszéd birtokosokhoz és a többi kopereckiekhez névnapokra, búcsukra, lakodalmakra, szerette a parasztlányokat és a menyecskéket, kártyázott a környékbeli gentrivel, lovakat csereberélt a trencséni kupecekkel, néha gyapjú eladás idején Pesten is töltött egy-két hetet, hol a kaszinóban jó spécinek tartották, ki szeretetre méltó abban, hogy jó képpel tűri a gúnyolódást és a brutális kaszinói malíciákat. Atya halála után átvette a Krapeci birtokot, 2000 hold hozzáférhetetlen erdőt, és mintegy 800 hold szántóföldet. Növelte apródonként a rajta levő terheket, miközben türelmetlenül várta a prágai stallumot. Ez a várandóság, bár megzavartatott, mégis nagyban emelte tekintélyét. Sőt, miután az a hír is keringett, hogy a Prágában elhelyezett tőkéket az új szenior idejében, az egy kicsit utána jár a magyarokkal megbékült uralkodó átengedi hozatni magyar pénzintézetekbe, ahol ez idő szerint magasabb a kamatláb, ez a körülmény adta meg az impulzust, hogy a takarékpénztár Kozsehuba halála után nem közönséges előrelátással Kopereczky Bárót választotta meg elnökének. A tudatlanok vakmerőségével kapott utána, de a nemezis hamar utolérte, mert még el sem foglalta elnöki székét, és már is híressé lett a pénzügyi körökben egyetlen mondásával. Az igazgatósági tagokat, kik a választás hírét testületileg hozták meg, kitüntető szívességgel fogadta, és cerklészerűen intézett hozzájuk leereszkedő kérdéseket. Nos, tehát nagyon jól van, szívesen leszek az elnökük, majd csinálok rendet, mindent el fogok követni, hogy az önök dolgát megkönnyítsem. Sokat dolgoznak? Elég sokat, a forgalomtól függ. És mi az a sok dolog? Reggeltől estig jönnek az emberek. Úgy? És mit akarnak? Kérdezi csodálkozva. Kölcsönt akarnak felvenni. Micsoda? Riadt fel Kopereczky, fenyegetőleg emelve fel ökleit. Na hiszen majd adok én azoknak kölcsönt? Az igazgatósági tagok hüledezve néztek össze, és rögtön tisztában voltak az új akvizícióval. Titokban azonban nem tartották a famózus kijelentést, és csak hamar közkincsévé vált az emberiségnek, mint anekdóta, bejárván az egész országot, kacajt fakasztott mindenfelé. Sok becsületet nem szerzett vele a takarékpénztárnak, de szerzett magának még egy titulust, a báró Stupicki nevet. Mindez inkább tudatlanságból eredt, mint sem hülyeségből, és abból a szelességből, hogy nem tudta a tudatlanságát véka alá tartani. Nagyképűnek kell lenni az embernek, másokat hagyjon beszélni előbb ott, ahol ő maga nem áll szilárdan. A tudatlanságnak csak egy takarója van, a nyelv. Minek azt minduntalan mozgatni? Ismeret hiányaitól eltekintve azonban elég magához való esze volt, és vele született gavalléros gondolkozás módja. Csak hamar belejött az elnökségbe, s amint apránként megismerte a dolgok csinyát-binyát, csak olyan jó takarékpénztári elnök lett belőle, mint elődei. Harmadik fejezet. Valahogy mindig rendbe jönnek az eligazíthatatlan dolgok is. A bárónak ez a takarékpénztári állása foglalkoztatta az éjjel Noszti képviselő úr gondolatait. Alig aludott valamit, a nagyadósság csinálóknak csodálatos a szimatjuk. Valami titkos érzés megsúgja, hogy ettől vagy attól az embertől ki lehetne vasalni ennyit vagy annyit. Nincs rá semmi különösebb ok, de azért görcsösen ragaszkodnak ehhez a sejtelemhez.
Reggelre kelve első dolga volt a bárót fölkeresni a nagy sárga épületben a piacon, melynek homlokzatán egy aranyköpű pompázott, de a takarékpénztár tisztviselők azt őságolták, hogy a báró még nem jött be, bizonyosan alszik, az éjjel nagy cécó volt, ő méltósága olyan kedvre szottyant, hogy éjjel zenét adott először itt bent a városban valami pesti kisasszonynak, akibe teljesen belebolondult, azután kivitte az egész cigánybandát a vághoz, és a galócáknak adott éjjel zenét, végezetül pedig azzal az ürüggyel, hogy menjenek galócát fogni, belélökte a brácsást meg a cimbalmost a folyamba, hogy azok majdnem belevesztek, de legalább tüdőgyulladást okvetlenül kapnak, szóval fölséges egy mulatság volt, minél fogva ma az elnök úr ő méltósága, valamivel később fog bejönni. 10 óra is elmúlt, és még mindig nem jött Koperecki, sőt a 10:30-et ütötte a toronyban, mégsem mutatkozott az utcán. Noszti tűkön ült a városszobában, de hát még a fiatal hadnagy, aki künn az utcán fels alá járva várt a szénaja vagy szalma, élete vagy halál. A kis forgópisztoly ott volt a zsebében. Szorongó érzések között tapogatta meg, és aztán megint járt kelt, hol a toronyórára tekintve, hol a takarékpénztár zöldre festett kapujára. Végre kijött az öreg. No, mi van? Kérdé tőle reket hangon. Nincs szerencsénk. Koperecki még most sem jött be. Devernázott az éjjel, és talán alszik. Mindennek vége. Sóhajtott fel a hadnagy. Úgy látszik, el kell vesznem, 12 órakor felbontható és előmutatható a váltó. Ahogy én ismerem Kozsehubát, egy percig se fog várni. Mit tegyünk? Talán küldjünk valakit Koperecki után, vagy a lakásán keressen fel. Ahol jönni? E pillanatban tűnt fel horihorgas alakja, mint nagy peckesen lépkedett a templomnál. Mellett egy hatalmas kos poroszkált, nagy görbe szarvai körbehajolva befelé nőttek a halántékaiba. Erős állat lehetett, egyszer állítólag összetülekedett a város bikájával, és megkergette. Kopereckit, mint egy hű kutya kísérte mindenüvé. A hadnagy szemeiben remény csillant meg, és sietve osont el egy mellékutcába, míg az öreg Noszti Koperecki elé lépegetett. Éppen te hozzádi parkodom. Koperecskin semmi nyoma se látszott már az éjjeli dorbézolásnak, friss volt, vidám és csupa illat, még a vén kos is rezeda parfümmel volt meglocsolva. Nyájasan nyújtotta mind a két kezét Nosztinak. Isten hozott, kedves bátyácskám, Isten hozott, de jó, hogy megszólaltál, mert bizony nem ismertem volna rád, mint az olyan kóróra, ami még tegnap egy rózsabén boringot. Vilmát a fogadóban hagytam, mert egy komoly dologban jöttem hozzád. No, hát csak gyere be azzal a komoly dologgal. Kard karba fűzve léptek be a takarékpénztár épületbe, a folyosón kinyitotta az elnöki szobáját, és előre ereszté Nosztit, de a kos fülgébb volt, ő törtetett be elsőnek a szentélybe, és egész nyugodtan lefeküdt a Wertheim szekrény elé. Hát, ülj le és gyújts rá, aztán parancsolj velem, ha úgy tetszik. Nem egyébért jöttem, kedves Kéti öcsém, mint azokért az aranyakért, amelyeket tegnap a leányom hajából kifogdostál. Á, persze, nevetett édesdöden a báró. Erre nem is gondoltam. Igazán kapitális, tudod-e, hogy egy jó prókátor talán ki is tudná perelni részetekre? Az a baj, hogy mindössze csak 2 volt, azzal csináltam az egész flancot. Az bizony kevés, vetél oda amúgy mellékesen a képviselő, majd egész komolyra vált arccal így folytatta. Mert úgy nézd meg engem, hogy én most egy nagyobb összeget akarok tőled rövid úton, rövid határidőre szerezni. Tudod, a fiú. Hely barátom, nagy dolog apának lenni. Valami görbe dologba keveredett a becsülete áll kockán, kényes természetű, hisz értesz engem, a pénz rögtön kell, egy 1/2 óra alatt kell, vagy még hamarabb, idehív levélben és bevallja. Nemhogy előre megírta volna, képzeld a kényszerhelyzetet, amibe kerültem. És hát kihez forduljak itt? Itt csak egy úr van, egy perfect gentleman, aki ezt a helyzetet megírt, és az te vagy. Minden esetre hozzád kellett fordulnom, igaz-e vagy nem? Koperecki szeretett volna most itt nem lenni, de azért, mint egy igazi gentlemanhez illik, nem mutatta. Csak a zavart beszédjén látszott az igyekezet, hogy a voltaképpeni beszélgetési tárgytól távolodjék.
Hiszen igaz, igaz, ami azt illeti, bizony cudar nép ez, itt nincs ezeknek fogalmuk a becsületről, jól mondod. Ezeknek a fenyves madára madarok nem mind nekünk a turul, és azt megeszik mindenestől önző kutyák. Adnak is ezek valakinek valamit, megcsalják ezek az Istent is. A Máriának is mivel szúrják ki a szemét, odaadták neki a fecskét, hogy az legyen a Mária madara, és aztán azt megkímélik, nem bántják, kicsinyeit ki nem szedik, és nagyra vannak vele, de hát... Miért nem adták oda a fűrjét vagy a császármadarat? Azért, mert az nekik jó pecsenyének. A kisverép fiókákat is megsütik és megeszik, de a fecske semmire se jó, hát legyen a Máriáé. Noszti idegesen húzta ki az óráját, hiszen mind szép ez, édes öcsém, hanem az óramutató könyörtelenül szalad, azért hát kérlek, méltóztas a tárgyra térni. Jó, hát beszéljünk róla, az nem árt. Mennyi volna az az összeg? 2000 forintra van szüksége, mégpedig ebben a negyed órában. Az öreg Noszti mindig úgy egyenlített ki adósságukat, hogy két akkorát csinált. Ez olyan rossz szokása volt, amiből a legkritikusabb pillanatokban sem engedett. Az csinos összeg. Zsigmond király valamikor egy várost zálogosított el ennyi pénzért. Ne beszélj nekem Zsigmond királyról és a madarakról, kérlek. Jó, hát nem beszélek, hanem tisztázzuk előbb az eszméket, szólt derülten, jele, hogy mendő gondolat jutott eszébe. Mondd meg nekem mindenek előtt, hogy kihez jöttél most, kedves bátyám. Hogy értsem ezt? Báró Kopereckihez-e, vagy a takarékpénztári elnökhez? Természetesen Báró Kopereckihez. Kopereczki olyat kacagott erre, hogy a falak is rengni látszottak, és a kos is abba hagyta a kérődzés az asztal alatt. Na, hisz akkor jó helyre jöttél, Kopereczki ugyan nem adhat neked egy gerüslit se, mert ő maga is kölcsönökből érdekél. Éj, hát akkor a takarékpénztári elnökhez jöttem. Vágott közben Noszti türelmetlenül. Úgy? Az elnökhöz? Az már más. És a Kopereczki vöröses tüskés szemöldökei felszaladtak a homloka tetejére. Ó, én Istenem, milyen kellemetlenség ez most. Mint elnök nem adhatok neked pénzt ebben az órában, mert az össze kellene hívni előbb az igazgatóságot, aki megszavazza, ahhoz pedig legalább 24 óra kell. No, akkor aztán vigyen el az ördög, tört ki a komoly honatja, és rohant kifelé kalap nélkül, sétabot nélkül, azzal a végső emberi ösztönnel, hogy bár minden cél nélkül, de segítségért induljon valahová. Ho-ho, megállj csak! Futott utána Kopereczki, és megcsípte a folyosón. Valami eszembe jutott. Mit akarsz? Gyere csak vissza, és a kalapodat is bent hagytad. Hová mennél így? Ugyanis az jutott eszembe, hogy van nekünk egy határozatunk, mely szerint az elnök a saját szakállára is adhat pénzt, ha az illető kézi zálogra veszi azt fel. Hát adjál valami zálogot. Ne légy legalább nevetséges, Izrael! Nincs én nálam pajtás egyéb értéktár, csak 3 vadgesztény a zsebemben, amit a gutaütés ellen hordok. Dehogy nincs. Hát ez az aranykeretű üvegfityegő az óra láncodon. Ez a Vilma arcképe, testvérek, közt sem ért többet 10 forintnál. Az mindegy, nekem ez a medáljon kell, megelégszem vele. Noszti kordiálisan belecsapott a báró markába, és lekapcsolta a medáljont. Mégis derék-gyerék vagy, Kéti. Köszönöm a szívességedet, és mihelyt lehet, kiváltom az állagomat. A báró átvette a zsuzsut, bezárta a Wertheim szekrénybe, és leült megírni az utalványt. Csak ez az unalmas írás ne lenne, zsémbelt. Micsoda bolond találmány, barátocskám! Az ember lefoglossa az emberi hangokat ezekkel a légy lábakkal, hát nem nagyszerű, mit is mondtál, csak hogy mindjárt kiváltod, mihelyt lehet. Bocsánatot kérek, de mi nem élünk frázisokból, nem vagyunk mi sem közvélemény, se országgyűlés, tessék üzleti nyelven beszélni, mikor, évet, hónapot, napot, mondjuk kiváltod egy fél év alatt, helyes. De tegyük fel, hogy ki nem váltott, és ebben az esetben olyan eset nincs. Bocsánatot kérek, az üzleti életben mindig számolni kell ilyen esetre, tehát ebben az esetben a kézizálogra vonatkozó szabályok lépnek életbe, vagyis a zálog tárgy akkora miénk, nevetett Kopereczki.
a zálogtárgy eredetije. Mert maga a zálogtárgy csak cimbólum, mint például a mappa egy bizonyos földterületről. Ezen a tréfán aztán Noszti is jóízűen nevetett, s bevárván, míg a becsengetett hivatalnok áthozza az utalvány ellenében a 2000 forintot, meleg készszorítások között elbúcsúzott barátjától, ki megígérte, hogy fekete kávéra fölkeresi őket a vendéglőben. Alig, hogy az utcára ért, Noszti megkondult a déli harangszó a piarista templom tornyában. Leorgasztott fejjel, szorongó érzésekkel járt azóta odakünn a hadnagy, s úgy tűnt fel neki ez a várhegytövében elterülő egész város, mint egy nagy síralomház. Feje zúgott, lábait lassú reszketegség fogta el, szemei elhomályosultak, összefolyt előtte minden, házak, furmányos szekerek, jövőmenő vásárosok. Annyira meg volt semmisülve, hogy az apját se vette észre, amint feléje lépegetett, csak a harang búgott rémletesen. Bim-bam, bim-bam, a lélek harangaz. Arra nézett fel, mikor az öreg vállon érintette. Kiszorítottam. Mondás pártai egyszerűséggel. Föllélegzett, mint a sívó homokban fetrengő hal, ha vizet öntenek rá. Hála Istenek, de akkor most már menjünk, egy percet sem szabad veszteni. Éppen most jön rájuk szemben a megyeházából Kubica főispán, aki el van ragadtatva, hogy régi barátját és képviselőtársát itt láthatja, ahol a madár se jár, összeszidja, hogy nem hozzászállt, de még csak nem is értesítette, ördögök szánkázzanak a hátadon. S azután megfordulván és hozzájuk szegődvén egy benszülött hidalgó büszkeségével magyarázza el a főtéren útközben az egyes nevezetesebb épületeket. Ez volt az Illésházi grófok palotája, balra odább lakott állítólag valamikor Svatopluk király, hogy azt mondják, ott volt a téli rezidenciája. Az ámni most is ott vánszorog az udvaron egy fehér gebe, talán éppen az a bizonyos. Evit a 13-as szám alatt őrizték 1622-ben a Szent Koronát. Nézd csak azt az ócskaházat, ott hált meg Pabjebrád Katalin, amikor Mátyás király átvette, mint menyasszonyát. Megállt valamely alkalmas ponton mutogatni a várromok festői voltát. No, ugye szép, nem a féle akármilyen dívdább város ez. Úgy nézd meg a cipőidet, hogy a nagyapáid pora van rajtok. Apám, elkésünk. Türelmetlenkedett a hadnagy, de Kubicával nem lehetett bírni, és már úgy is elkéstek. A déli haragnak csak éppen az első kondulását várta Kozsehuba Tivadar, de hogy várt volna többet, egy percet is. Tudta már ő, hogy megjött a hadnagyapja tegnap. Kisvárosban hamar elterjedt a hír, s nem csak attól fél, hogy fizetni fognak, hanem a Noszti kisasszony jelenléte olyan háztűznézés félét látszott jelenteni. A Velkovics házban egész éjjel tisztogattak, sikáltak, rendezgettek erről a hírre, s azóta is egyre füstölög a kémények, sütnek, főznek, legalább azzal a pletykával ijesztette meg délelőtt a gazdasszonya, Klobukné asszony. Nosza, nem szabad késni, ki kell a kígyó méreg fogát venni, ha alkalom van rá. Klobukné által ugyanis egy kosár magyaróval kedveskedett Rozáliának délelőtt, de azaz üzente nagy gúnyosan, hogy ő nem mókus. Ez ütött Szeged a Kozsehuba fejébe. Hát tavaly még mókus volt, hisz tavaly még elfogadta tőle az évenkénti magyaró küldeményt, meg is köszönte levélkében, de most már nem mókus. Hát úgy vagyunk. No, hát majd megint mókus lesz a kisasszony. És amíg Nosztiék ácsorgással töltötték az időt a főtéren, ő magához vévén az ominózus levélborítékot sietve igyekezett a kaszárnya felé, az ezredes lakására. Kemény, katonás, hirtelen haragú ember volt, stromlovag. Kozsehubának már előre megborzongott a háta, ha elgondolta, hogy fog az mérgében ugrani, mikor a nevével aláírt váltót felmutatja. De mindegy, ezen már át kell esni a jövendő boldogsága érdekében. Kozsehuba sohasem beszélt vele, csak a kaszinóból ismerte, ahol az ezredes Kalabriást szokott játszani, és olyan mérges, harcias hangon mondta ki a terceket, kvartokat, mintha hadcsapatokat vezényelne. Hát még a kontrát. Azt lehetett volna hinni, hogy egy kartát süvít a levegőben. Nem minden szepegés nélkül kopogtatott be most ajtaján. A mogorva szabadra benyitott a dolgozószobájába, ahol éppen csibukozott az ezredes. 11:30-kor szokott reggelizni, és ilyenkor szívja a csibukját. Ez volt a legrosszabb időpont. Azt már mindenki tudta,
hogy az ezredest nem szabad csibukozás közben zavarni, mint a püspököt imádkozás közben. Mi tetszik? Kérdé bosszúsan. Én Kozsehuba vagyok. Az nekem mindegy, de mi tetszik? Mindenekelőtt ezt a borítékot akarom az ezredes úr jelenlétében feltörni. Hát aztán, kérdé az ezredes, valóságosan nyugtalanul, nem bírta elgondolni, miről lehet itt szó. Íme a borítékban egy malejáró váltó van ezredes úr zsírójával, azt bátorkodom tiszteletteljesen bemutatni. Egy váltó az én zsírómmal? Lehetetlen, mondá elcsodálkozva. Méltóztassék megtekinteni. Az ezredes átvette a váltót, megnézegette elől, hátul, miközben kivörösödött a szemei, kigyúltak, halántékán az erek kidagadtak, s a bal kezével idegesen dobolt az asztalon. No, most mindjárt kezdődik a vihar, gondolta Kozsehuba. De az ezredes kemény arcvonásai, ahogy kijöttek a formáikból, éppen olyan gyorsan vissza is igazodtak. Egy nagyot fújt elébb, aztán egyet szippantott a csibukból. Ki adta önnek ezt a váltót? Kérdezte nyugodtan. Noszti hadnagy úr. És hát most azt akarja ön, ugye, hogy én fizessem ki? Igenis, jogom van azt kívánni bármelyik aláírótól, és amennyiben Noszti úr ma délig nem fizetett, kénytelen voltam a másik aláírónál mutatni be a váltót. Hát igen. Hagyta rá az ezredes udvariasan. Kezes, fizes, ez a regula. Foglaljon helyet, uram, még összekeresem a szükséges pénzt. Az ezredes úr ki akarja fizetni? Kérdi ezt csodálkozva. Természetesen. Hát nem azért jött ön, hogy kifizesse, hiszen úgy értettem. Igen, igen, de joga van az ezredes úrnak legalább megvizsgálni az aláírást és esetleg tiltakozni. Az ördögbe fortyant fel az ezredes. Hiszen csak nem tagadhatom meg az aláírásomat. Bizonyos ön abban, ezredes úr, hogy ezt a váltót aláírta? Persze, hogy bizonyos vagyok, hiszen csak emlékszik az ember, nem vagyok még demenciában. Tessék csak jobban megnézni. Ej, ön úgy tesz, mintha gyanakodnék, hogy az én írásom. Bizonyosan tudom, hogy nem az ezredes úré, kiáltott fel élénken Kozsehuba. Ezer ördög! Pattant fel az ezredes. Hogy meri ön kétségbe vonni, amire én egyszer azt mondtam, hogy így van? Egy szót se többet, itt van a pénz, egy-kettő, forduljon új, alászolgálja! Rossz hangulatban tért haza Kozsehuba. Már a pitvarban meghallotta, hogy vendégei vannak, akikkel klobukné bibelődik odabent. Kard csörgés, káromkodások hallatszottak ki, könnyű volt kitalálni, hogy nosztiék méltatlankodnak, amiért nem találták otthon. Egy percig gondolkozott, ne forduljon-e meg, de mégiscsak benyitott hozzájuk. Servus, Bruder! Kiáltja eléje örvendezve a hadnagy. De jó, hogy ezt már szinte megharagudtunk, hogy nem vártál be. Édesapám, Noszti Pál, országgyűlési képviselő. Kozsehuba meghajtotta magát. Eljöttünk, barátom, azt a bizonyos dolgot eligazítani. Már el van igazítva. Ne tréfálj, kérlek, hanem add ide azt az izét, a borítékot, elosztuk a pénzedet, köszönettel. Ismétlem, már rendben van. A váltót ezelőtt egy negyed órával bemutattam az ezredesnek, onnan jövök most. Azt a gazságot csak nem tetted meg, hebegte a hadnagy elhalványodva. Ugyan ne tettesd magad, tört ki Kozsehuba haragosan, mintha nem tudnám, hogy össze voltatok beszélve, hogy az ezredes is csak olyan lump, mint te, akarta mondani, de a hadnagy vérben forgó szemeit látva megenyhítette, mint a többi lumpok. A hadnagy hozzáugrott és felemelte a kezét, hogy arcul üti. Az öreg Noszti elébe állt és nem engedte. Te gazember, sziszegé a hadnagy, és reszketett a dűtől. Így beszél egy váltóhamisító egy becsületes emberhez, méltatlankodott Kozsehuba. Vigyázzon, fiatal ember, tűrtőztesse a nyelvét, intét tárgyilagos magaslatról az idős Noszti. Ne ingerelje, nem látja, hogy kard van az oldalán? Ahelyett, ha már megcsinálta a bonyodalmat azzal, hogy be nem várt bennünket, hanem úgy viselkedett, mint egy Shylock, segítkezik a kibontakozásban. Hát lássuk, csak ön bemutatta a váltót az ezredesnek, mit csinált már most az ezredes? Az ezredes kifizette a váltót. És mit mondott? Azt mondta rá, hogy ő írta alá. Apa és fiú mély csodálkozással néztek össze. Menjünk, szólt az öreg, itt többé nincs semmi keresetünk. De engem ez az úr megsértett, dühöngött a hadnagy. Ez vért kíván. Erdj a pokolba. Az igazat mondta.
Erővel kituszkolta fiát a szobából, mire az megelégedett vér helyett egy gőgös, lesújtó tekintettel. Eredj már, kérlek, itt úgyis borzasztó a festékszag. Az ajtók tényleg újonnan voltak festve, és a hadnagy hozzá is súrolódott az egyikhez, mire dühösen rugott egyet a pitvarajtón, és tisztogatni kezdte a festékhez ért kardbojtját. Nem árt annak már semmi, sóhajtott az öreg. Be van az már piszkolva, anélkül is. Túl a kapun tanástalanul álltak meg. Hát már most mit tegyünk, apám, hová, merre? Az öreg a gondolatait igyekezett rendbe szedni. Az ezredes kétségen kívül gavallérember, az szép tőle, amit tett. Nem akart elejteni, megmentette az életedet, fizetett ezért 1000 forintot. Nem akarta, hogy a világ megtudja, ki vagy, de ő maga már tudja. Mit lehet ebből tehát konstatálni? Azt, hogy úriember és jó akarattal viseltetik irántad. A katonák többnyire jó szívű emberek, kár azokat bántani. De ez más blatra tartozik. A fő az, hogy a konkrét esetből szűrjük le a kardinális alaptételeket, amelyek aztán eligazítanak a teendőinkben. Első dolgunk kipuhatolni, hogy ez a jó akarat mekkora és mennyire aknázható ki. Ez az egyik. Mert ha nagyon erős a jó akarata, akkor el lehet talán végképp simítani a dolgot. Azonban azt is konstatáltam, ugye, hogy úriember ez a második. Itt megint az áll elő, hogy nagyon úriembere, vagy csak afféle úrisvádájú jó bácsi. Mert ha nagyon úriember, akkor nem engedi elsimítani azt a disznóságot, amit követtél, és nem öl meg ugyan, de megszabadítja tőled a tisztikart. No, ne szólj közben. Hiába csikorgatod a fogadat, mert apád vagyok, de nem akarok szamár lenni, és úgy okoskodom a dolgok fölött, amit hideg ésszel kell. Ezekhez képest tehát tisztán áll az én feladatom. Most eredj a húgodhoz a vendéglőbe, vigasztald meg, és rendeljetek nekem is ebédet, én pedig sietek az ezredeshez, megköszönöm az eljárását, kifizetem, magamhoz veszem a váltódat, és amit meg lehet csinálni a javadra, azt megcsinálom. Csak azt mutasd meg, hogy hol lakik. Ezzel aztán az öreg Noszti elindult jobbra, a hadnagy balra, és csak az ebédnél találkoztak, amikor már ott ült az asztalnál Koperecki is. Lábainál a kos feküdt, és ő annak a gyapjas hátán melegítette a lábait, mert úgy mond, ilyenkor ősszel, mikor még nem fűtenek, és könnyen fölfázik az ember alulról, lábmelegítőnek használja a kost, téli vadászatoknál pedig megbecsülhetetlen. Ugyan tegye csak fel rá a lábacskáit, Vilma kisasszony. Az imposztor így akart gyönyörködni ingerlő lábformákba és bokákban. Az öreg úr viseletéből semmit se lehetett leolvasni, mintha ércből volnának az arcvonásai. Jó ízűen evett, fesztelenül csevegett Kopereckivel, amit jó jelnek vett a hadnagy, hanem azért mégis furkálta a bizonytalanság, s nem bírta sokáig megállni, hogy egy jelentőségteljes oldalpillantással meg ne kérdezze. Mi van az illetővel, apám uram? Nagyon úri ember, felelte az apa egész közömbös hangon. Ó, ezek a politikusok hogy tudnak magukon uralkodni? No, hogy dagadjon meg, gondolta magában a hadnagy elszomorodva. Képzelhetni, milyen unalmas volt neki most végighallgatni a Koperecki szép tevéseit, parlagi bókjait, vaskos tréfáit és kijelentéseit. Éppen magyarázta, hogy ő sohasem hallgatott a tanítóira, mindent az állatoktól tanult, amit tud. Talán a kos is valami professzor féle magánál? Csipkette Vilma kisasszony. Valóban az, ő türelemre tanít engem, mint ahogy a méh, mely a takarékpénztári épületen van, a gyűjtésre és szorgalomra emlékeztet. Én az állatok tanítványa vagyok, és ez egyik legfőbb büszkeségem. A hadnagy kíváncsian nézegette a kost, jó volna most eltanulni tőle a türelmet, mert ugyancsak türelmetlenül várta az asztalbontást, míg végre okos szót válthat az apjával. Mit végeztél? Az öreg úr kivette nadrág zsebéből a ketté repesztett váltót és átadta. Ezt elhoztam, mondta. A becsületet tehát úgy, ahogy megmentettem, hanem az angyalbőr elveszett. Hogy érted azt?
Úgy, hogy a váltó manipulációdról csak két ember tud. Az egyik az ezredes, aki sohasem fog arról szólni, a másik pedig Kozsehuba, aki talán szólni fog róla, de ez csak pletyka számba esik. Mindemellett ez legyen az utolsó botlásod ezen a téren, mert ez nagyon csúnya és veszedelmes dolog. Ami pedig a legközelebbi teendőket illeti, eredj fel a szobámba, és írd meg a lemondásodat. Az ezredes követeli, hogy Leomondurral lép ki a hadsereg kötelékéből, aztán pedig csomagolj, megyünk haza. És ha nagyon tapintatos akarsz lenni, kezdj köhögni, mert egészségi okokból jössz. A felvidéki éles levegő megtámadta a tüdődet. Így folyt és végződött a Nosztiék felvidéki kirándulása. A legszebb hadnagyot elvitték Trencsénből, ami azonban nem hagyott nagyobb űrt a kis Tótvárosban, mert más hadnagy jött a helyére. Velkovics Rozália sírt, ahol nem látták, egy csomó hitelező pedig káromkodott, ahol hallották. Még egy darabig irkáltak utána, hol neki, hol az apjának, de miután választ nem kaptak, elmaradoztak apránként, mint a darazsok az elvirágzott fától. Innen-onnan végképp is elfeledkeztek volna róla, ha Koperecki nem járna egy idő óta annyit Budapestre, és nem hozna róla némi híreket, hogy köhécsel, hogy azért hagyta el a katonai pályát, megmegy, hogy vért hány. A mi vérünk az, amit hány, sopánkodtak a hitelezők. Némelykor Velkovics Rozáliának is hozott valami üzenetet tőle, és az akkor rendesen elpirult, vagy elsápadt. Ebből aztán kombinálni lehet, aki akar. Hanem abból is lehet kombinálni, hogy valahányszor Koperecki Budapestre megy, mindig találkozik Nosztiékkal. Sőt, itthon is sokat gondol rájuk, mert ami galócát fognak a Vágban, s ami vadkecskét lőnek a Krapeci erdőben, az mind Nosztipál címére megy a fővárosba. S hova tovább, mind több-több gyanús jel gyűlik össze. Az ősi bagolyfészket, a Krapeci kastélyt javítani kezdik tavaszkor, a bozóttól farkastejjel labodával fölvelt kertet parkírozzák, utakat csinálnak, egzotikus bokrokat ültetnek. Valami fő a Koperecki fejében, meglássátok. Hát az főd benne, hogy egy fél év múlva azzal állított be Pesten az öreg Nosztihoz, ahol különben gyakori vendég volt egy idő óta, hogy a terminus lejárt, eljött a 2000 forintért, és elhozta az állogot. Nosztipál tréfára fogta a dolgot. Te is mindig olyat kérsz, ami nincs. Várj, kérlek, őszig, míg a vicinálisomból pénzt tudok összeütni. Koperecki megrázta a nagy fejét. Én bizony nem várok egy napot se, előre megmondtam, vagy fizes rögtön, vagy pedig viszem a zálog eredetiét. Miféle eredetiét? Vilma kisasszony, na mit bámulsz, hogy rám, mintha meg akarnál lenni, vagy a pénzt, vagy a lányt, így volt az alkú. Noszti arca olyanra gömbölyödött ki, mint a császár zsemje. Hát, hiszen jó, vagy csak neki a báj annyit, azért kár olyan lármát csapni, hogy a cserédek azt hiszik, verekszünk, hiszen ami Vilmát illeti, megkapott tőlem ingyen is, sőt, tartom szerencsémnek, miért nem szóltál már előbb, hogy szereted? Hát, így szokás nálatok leányt kérni. Ej, te azt nem érted. S fitymálólag intett a kezével. Tudom én, mit csinálok, mert úgy van az bátyácskám, vagyis rektis szíme, kedves apósocskám, hogy az öcsém János, 9. János, megkért a boldogult apám uram kívánságára feleségül egy abafi kisasszonyt Liptóból, nem is szerette pedig. Az abafi leány kosarat adott neki. János öcsém pedig olyan szerény, szégyellős ember volt, mint én. A kosarát annyira restelte, hogy beugrott a Vágba és beléfult. Ezt meg aztán az apám vette a szívére, és a halálos ágyán megeskedtetett engem, hogy sohasem kérem meg a kezét anyától született teremtésnek. Ezért nem házasodtam ekkoráig, mindig vártam, hogy valaki rám köti magát valami olyan módon, ahogy az a regényekben előfordul, de az ördögnek se kellettem. Hát értesz most engem, ha én a zálogot követelem. Noszti melegen megrázta a kezét és megölelte. Látom, két ifjam, hogy a formulák embere vagy. Ezt szeretem. Ezzel Magyarországon még sokra lehet vinni. Jövőd van, Kéti. Olyan főispánt csinálok belőled, mint a pinty. De igazán szereted-e a lányomat? Koperecki csak a szemeivel hunyorított és bágyattan leeresztette a kezeit, mint a meglőtt bagoly a szárnyát. Hát, Vilma szerete. Koperecki az égre nézett merengve.
Azt csak az Isten tudja, sóhajtá. Nos, akkor eredj, beszélj vele. Búson rázta meg fejét. Ez az, ami nem lehet. Hisz az megkérés számba menne, s még kosarat is kaphatnék. Isten, ments attól, hogy én szóljak, inkább a nyelvemet vágatnám ki. Én csak passzíve viselkedhetem. Amit megfogadtam, megtartom. Nem vagyok én politikus, én az állatok tanítványa vagyok. Pedig úgy beszélsz, mintha a jezsuitáké volnál. Neked kell elcsinálnod a dolgot, követelte Koperecki. Vagy pedig fizesd meg a 2000 forintot, és akkor itt a medálionod, én pedig megyek szerelmi bánatomban egyenesen a Dunának, hadd lássa az apám szelleme az égből, hogy a kosarat ki lehet ugyan kerülni asszonyi dolgokban, hanem a vízbefúlást nem. No, hát csak ne menj a Dunának, hanem eredj szépen a vendéglődbe, és jöjj el este, addig én megpróbálom kiegyengetni az utat. Így mesélik ennek a leánykérésnek a részleteit a nosztirokonság sósabb nyelvű tagjai. Koperecki állítólag megjelent este a nosztiék lakásán, a képviselő azonban a klubban volt, Feri pedig a színházban. Vilmát egyedül talált a nagynénjével, özvegy Ilván ciné született Noszti Erzsébettel, aki a háztartást vezette fivérénél. Nyomasztó hangulat támadt beléptével. Vontatottan indult meg a társalgás, és minduntalan megakadt. A hölgyek hímzéseik fölé hajoltak, Koperecki pedig a családi képeket látszott nézegetni. A néma időközökben hangosan ketyegett a falióra, mint egy szorongó szív. Hol a nagynéni, hol Vilma kérdezett valami nagyon közömbös dolgot, amire a szórakozottan felelt Koperecki, ügyetlen, elfogult volt, mint egy diák, mintha valami leszorítaná a nyelvét, miközben szeléden, reményteljesen függeszté szemeit Vilmára, mint a mesékben a kővé vált lovag, kit a csillaghomlokú király kisasszony egy varázsszoba van hivatva megeleveníteni. A nagynéni a kos után tudakozódott. A kost tetszik kérdezni, sajnos nem akarják a vasúton felvenni kutyadanánt, ezért nem hordhatom magammal, ilyenkor otthon legel a krapeci kertemben. Zöld-e már maguknál a természet? Ó, igen, a krapeci kertemben már virágoznak a barackfák és az orgonabokrok. A krapeci kert jó témának ígérkezett, elmondta, hogy újonnan rendezte az ősi parkot és renoválta a kastélyt. Gondolta magában, utat egyenget Vilmának, hogy minden szemérem nélkül elejthessen itt egy melegebb vagy jelentősebb célzást, ha ugyan tartogat ilyet számára. De Vilma egy csöppet se látszott érdeklődni a krapeci kastély munkálatai iránt, pedig tudhatja már apjától, hogy azok az ő kedvéért folynak. Koperecki elkomorodott. Legalább annyit kérdezhetett volna, hogy miért, kinek újítatja a kastélyt, és ebből olyan szépen illedelmesen következhetett volna a többi. Nagy zavarában most már ő kezdett fölvetni témákat, idegesen nézegetve az óráját. Nem mondta a Pali bácsi, hogy mikor jön haza? Az a mesterektől függ. Tudja, azoktól a mesterektől, akik a tarok végén még visszatartják az urakat. Ösmerem ezeket a mestereket. Bizazok éppen olyan bizonytalanok, mint általában a magyar mesteremberek. Akkor én talán be se várom Pali bácsit, nyöszörgött elkeseredve. Minek siet, mikor olyan jó ízűen beszélgetünk, jegyzi meg csípősen Vilma. Koperecki felállt, és elkezdte lassan felhúzogatni a kesztyűt. Nem hagyott hátra az öreg úr valami nekem szóló üzenetet? Ne. Sem nem szólt önnek valamit felőlem? Vilma ma minden gonoszságát előszedte a szerencsétlen báró megkínzásában. De igen, megálljon, csak mi is volt? Úgy tett, mintha elfelejtette volna. Aha, tudom már, azt mesélte nekem, hogy ön házasodik, igaz? Nem hitte? Persze, hogy nem. Felbüggyeztette ajkait, gúnyosan mosolygott, miközben három szemvesztő gödröcske támadt szép arcán, egyik balról, másik jobbról, a harmadik, a legellenállhatatlanabb az álla közepén. Hogyan ön az állatok tanítványa, hiszen ez nagy következetlenség lenne, az állatok nem választanak hitves társat, hanem csak úgy élnek, ahogy jön. Vilma, ejnye Vilma. Intette a nagynénje. Az nem áll, kérem, mert a gerlicének párja van, a papagáj pedig örök szövetséget köt a hímjével,
disputált Koperecki. A házasság alapgondolata kétségtelenül megtalálható az állatoknál. No, hála Istennek csak, hogy ráakadt. Egyebet nem mondotta az ura atya? Dehogy nem. Azt is mondta, hogy engem akar feleségül venni. Olyan közömbös, fáradt hangos, szinte fitymálva szólt, hogy Koperecki hátgerincén halálos hideg futott végig. És mit felelt? Motyogta tompán, szinte elhalón, és még a szemeit is behúnyta, mint egy halálra ítélt, akit most mindjárt szíven lőnek. Vilma nagy figyelemmel igyekezett egy finom sejem szálat átbújtatni a tűfokán. Azt mondtam, szólt lassan, vontatottan, miközben ásított egyet, hogy hozzámegyek. Vilma, édes Vilma! Kiállt Koperecki elérzékenyülten feléje rohanva. Én vagyok a világ legboldogabb embere. No. Azért csak ne taszítson fel. Ennyi, Koperecki, eresszen el maga szemtelen. Ó, Vilma, Vilma, lihegett lázasan. Hát így szokás igent mondani. Vilma az ölelés elől a nagynénje háta mögé menekült, és onnan felelt, mint valami bástya mögül. Hát így szokás úri kisasszonyt megkérni? Bocsássa meg nekem, hiszen tudja, hogy én az állatok tanítványa vagyok. Hiszen Vilma tudta is, de ő meg a Sacré-Cœurök tanítványa volt, ahol Anselma nővértől azt az aranytanácsot tanulta, hogy aki gyalog van, az ne válogasson a hintókban, hanem üljön fel mindjárt az első kínálkozó járműre. Negyedik fejezet. Néha a szerencse istenasszonya ellen is szekvesztrumot lehetne kérni. Beavatott nyelvek így adják elő ennek a házasságnak az intim részleteit a burlesque komikum mártásában. De ha így volt is, nem lehet érte senkit megróni. Kiki úgy szerez feleséget vagy férjet, ahogyan tud. Legalább már ez ne történjék egyformán, a többi aztán úgy is sablon. A mézes hetek, a háborús esztendők, a válás vagy az összetörődés. Ami Koperecki házasságát illeti, azt bizony se a Koperecskiek nem irigyelték, se a nosztiak. A nosztiak azt állították, hogy Vilma különb szerencsét is tehetett volna. A Koperecskiek pedig azt hajtották egyre, hogy a szenior jelölt bolondot csinált, olyan leányt hozva a házhoz, akinek nincs a rajta lévő ruhán kívül egyebe. Hát a nexus kutya? Koperecki maga is restelte, hogy neje nem kapott rendes kelengyét, és nem győzte mentegetni a látogatók előtt ezt a dolgot. Magam kértem az apósomat, hogy ne vegyen semmi limlomot, nem fér idebe már egy bútor darab se. Ezeket az ősi székeket, szekrényeket pedig ki nem dobálom, még ha színarany bútorokat hoz is Vilma. Nem én, becsületemre mondom. Hát, ez igaz lehet, de egy bútor darab mégiscsak belefért még, pedig nem volt ezüstből. Egy bölcső, amiben a gólya egy év alatt egy kis Kopereckit hozott, aki természetesen Izrael, Izsák névre kereszteltek. Ugyanaznap észrevette a halál, hogy Kopereckiek létszámá most már semmit se ront, lenyisszantott a kaszájával a szenior Kopereckit Meránban. Este jött meg a távirat Krapecre, most már nem csak apa lett Krapec ura, de egyszer s mind gazdag főúr. A keresztelőre feljött Krapecre az öreg noszti is, s a díszes ünnepély után félrevonta a vejét, és így szólt hozzá bizalmasan. Szoktál te lapokat olvasni? Minek volna az nekem? Csodálkozott Koperecki. Ha lapokat olvasnál, akkor tudnád, hogy a Bontó megyei fő ispán megbukott. Nagy visszaéléseket fedeztek fel az ottani folyamszabályozásnál, és a főispán volt a szabályozás kormánybiztosa, buknia kellett. Most aztán tegnap előttről félrehitt a miniszterelnök, mint a legöregebb és legbefolyásosabb Bontó megyei képviselőt, hogy ajánljak neki valakit, vagyis hogy gondolkozzam egy pár napig, s ha megfelelő férfiút találok, akit az úgynevezett noszti klik elfogad a megyében, azt ő ki fogja neveztetni. Mit bánom én azt? De nem úgy van az, hékás, mert én tégedet akarlak ajánlani. Csak nem, lihegte Koperecki, és csupa ragyogás lett az arca. És miért ne?
ha szabad kérdenem. Köszönöm, kedves apa, szólt ellágyulva, de meg tudok-e én annak felelni? Elég jól áll rajtad a mentő, elég ravasz vagy, és most már elég vagyonod is lesz hozzá. Éppen ez a kérdés. Félek, hogy a prágai örökség dolgába perbe fog ez a hóbortos Izsák Izrael, és a pör évekig elhúzódhat, már pedig az ördögnek nőjön a fűhallóvak megdöglenek. Szóval nem lesz pénzem, nem mozdulhatok. Ebben az esetben még jobban elkél a főispánság. Ha meg lesz a prágai vagyonod, akkor mint rang és méltóság becses. Ha nem lesz meg, akkor mint kenyér is jó, mert össze van vele kötve a vízszabályozási kormánybiztosság, vagy 9000 forint össze-vissza. Koperecki a szájával csettentett. Te vagy a legédesebb após a világon. Ne ítélj, kérlek, hirtelen, mert ennek az én ajánlatomnak ára van. És az, hogy te meg a sógorodat teszed úrrá. Mármint Ferit? Az nehéz sor. Meg kell lenni. Hivatal? Dehogy. Nincsenek olyan hivatalok a világon az írországi alkirályságot kivéve. Dinasztiát akarok csinálni Feriből. Nagy urat. Akkor hát szoknya? Az. Kinéztél valakit? Megvan, és neked is Vilmának kell nyílve ütni. Hogy miképpen lehet, azt megtudjátok. Én rajta leszek, szólt Koperecki, ám bár lelkiismeretlen dolog. Azt a fiút rosszul nevelted, az alma messze esett a fájától. Rossz közmondás, felelte Noszti kedvetlenül. Ha az almafa dombon áll, bizony az almája könnyen elgurulhat a lejtőn messzire, de ha kiegyenesítik a talaját, hát nem gurul el. Van benne valami, hagyta rá Koperecki. Ki az a kisasszony? Egy amerikai lány. De csak nem kell Amerikába mennünk. Nem, nem. Az Isten végszükségünkben úgy tetszik egyenesen nekünk hozta, mint a sült galambot, és letette Bontó megye közepére. Ezt vétek lenne kisiklani engedni. Add rá a szavadat, hogyha Bontó megyei főispánnál teszlek. Hatalmaddal, ravasságoddal és mindenféle eszközzel támogatod ezt a tervet. A főispán szörnyű potentát ilyen helyen. Sokat tehet, valamint a főispánné. Koperecki oda nyújtotta a nagy csontos kezét. A sors pedig, mintha egyéb dolga se lenne, mint báró Kopereckit kiszolgálni, úgy rendezte a dolgokat, hogy amint Noszti hazaért a keresztelő után, s másnap a házba ment, az első ember a miniszterelnök volt, akibe beleütődött a folyosón. Ho-ho, állj meg, ember, agyon le, tipolj! Tréfálózott a miniszterelnök. Egyéb iránt közlendőm is van veled. Tegnap előtt egy küldöttség volt nálam megyédből, mely gróf Topisot kívánja főispánnak. Van ellene kifogásod, de kínálj meg előbb egy cigarettával. Igenis van. Elsősorban klerikális, és másodszor nagy, intrikus, ravasz, megbízhatatlan ember. Van talán már valakid, de adjál előbb egy kis tüzet is. Igenis van. Olyan-e, akinek adherenciája van ott, és akiért egyszer s mind jó tálsz, hogy simán megszünteti a gyik szabályozásnál beállott zavarokat? Olyan, felelte Noszti. Az baj, vallogatta be lassan kint a kegyelmes úr. Mert már Topis gróf is volt nálam tegnap, és félig meddig megígértem neki. Ej, mit? Ejtsd el! De nagyon megharagszik. Ne törődj vele, kevésbé ártalmas ő neked ellenségnek, még intimusnak. Bizony meg lehet, dünnyögte a miniszterelnök elgondolkozva, majd fürkészve tekintett egykori iskolatársa szeme közé, mert Noszti ezen a réven bírt roppant nagy befolyással. A közösen elkövetett diákcsínyek jobban forrasztanak, mint akár a közösen csinált történelmi események. Nos hát, ki az a te jelölted? Folytatta. Add elő, Pál úr, de hamar, mert engem mindjárt beharangoz az elnök. Báró Koperecki, Izrael. Ugyaneredj, pattant fel a miniszterelnök. Azt mondják, nagy szamár. Ne adja mendemondákra. Felelte sértődve. Hisz itt még valami nagy embert keresett az elméjében. Bismarckra is azt mondanák, hogy szamár, ha nálunk pályázna valami állásra. No, ami igaz, az igaz. Hát ki, mi voltaképpen ez a báró Koperecki? Van vagyona? Övé a Krapeci uradalom.
De az nem Bontó megyében fekszik. Mi a nexusa Bontóban? Az én rokonaim a Norstiak, a Hortok és a Ragányosok, Levickiek és Homlódiak. Úgy, neked is rokonod? Vőm. A miniszterelnök kedélyesen a vállára borult. Ejno, bocsáss meg, Bruder, de bizony Isten nem tudtam. Szeretnék a nyelvemre ütni, de ugye nem aprehendálsz. Ki lesz nevezve, punktum? Kinevezem neked ab invisis. No, ugye jó lesz. Kedélyesen a tenyerébe csapott. Végeztünk, ámen. Csengettyűsző hallatszott a teremből. Sietve tűnt el a folyosón, eldobva a cigarettáját, éppen olyan könnyedén, mint egy főispánt. Csak hogy a cigaretta még füstöl egy darabig eldobva is, de a főispán mindjárt hamu. Nosztinak első dolga volt megsürgönyözni a nagy hírt Kopereckinek, mire hirtelen elterjedt egész Trencsénben, hol már eddig is szörnyűködtek az emberek a Kopereczki szerencséjén. De ez az utolsó hír okozta a legnagyobb szenzációt. Gyereke, hiszen a többi Trencsén megyei embernek is születik. Az se szokatlan, hogy valaki-e meghal, akitől örökség nyílik. De hogy Trencsénből vegyenek kölcsön okos embert olyan híres megye fejének, mint Bontó, ahol státus férfiak, miniszterek teremnek, olyan még nem történt, mióta a világ áll. Hát ez az elmaradt stafírunk. Ehol van né? Na, most mondjátok már, hogy Kopereckiné csak 4 szoknyát hozott a házhoz és 3 háló réklit. Milyen szertelen a szerencse. Gyereke születik Kopereckinek, új költség, de mindjárt lehagyít az Isten egy nagy jövedelmet a prágai szeniorátussal. A nagy vagyonhoz már most nagy hivatal kell. Itt van, kinevezi főispánnak, a főispánsághoz sok ész kell, majd meglássátok, meg lesz. Hogy hol veszi, az Isten tudja, de meg lesz valahogy, amint meg lett valahogy a többi járulék is. Nem sokára megjött a kinevezés a hivatalos lapban is. Alig, hogy átesett a tömérdek gratuláción, Budapesten termett és átalakult. Másképp lép, másképp beszél, másképp tartja a fejét. Valami nagy ő most úgy képzeli, hogy a föld is érzi, ahol a lábát ráteszi. Olyan korjelei vannak ennek, mint a tífusznak, hogy kodifikálni lehet őket. Átveszi a belügyminisztériumban a kinevezési okmányt, tiszteleg a belügyminiszternél, aki ellátja instrukciókkal. Kivált az ilyen megyében, mint Bontó, ahol zavarok vannak és pánszláv mozgalmak készülődnek. Már mindjárt az előszobában kezdi a hatalom bűvös mákonyát fölszíni. A titkár csupa mosoly, csupa szívesség, az ügyes bajos várakozó képviselők egymásnak suttogják, az új bontói főispán. S bosszús szemet vetnek rá, mert a képviselőket megelőzve mehet be a miniszterhez. Ő excellenciája Pertu szólítja, ülj le, kérlek, és gyűjts rá, beszéljük meg együtt a dolgokat. Mikor a komoly és titkos részt rendbe hozták, akkor egy pár meleg kérdést intéz hozzá a miniszter. Mikor szándékozol lemenni? Mikorra parancsolod? Minél előbb tartod meg az installációt, annál jobb. Remélem, leviszed a feleségedet is. Úgy szándékozom. Ugye, Nosztilány? Az. No, az ott aranyat ér. Hát csak erély, barátom, erély és harmadszor is erély. Mihelyt egy kicsit megmelegszel, értesíts a viszonyokról, természetesen számjelekkel. Ezzel aztán udvariasan kikíséri, és az ajtónál hozzáteszi, de ne felejtsd magaddal vinni a kulcsot, majd elküldetem a lakásodra, hol vagy megszállva? Az angol királynőnél, kegyelmes uram. Az új főispán most már elhajtott egy litográfushoz, és névjegyeket nyomat. Báró Kopereczki, I.I., Bontó vármegye főispánja. Aztán a távérdára szalad és egy sürgönyt merezt a Bontó megyei alispárhoz, melyben főispáni kinevezését tudatja és kéri, hogy minél rövidebb idő alatt a szükségesek megbeszélése véget, keresse fel Budapesten az angol királynőben. A Korona herceg utcában találkozik a sógorral, Noszti Ferivel. Csinos fickó, vasalt nadrágban, villogó cilinderrel, szegfűvel a gombjukban. Persze, nagy örömbe tör ki. Ennyi, de jó, hogy találkozunk, éppen azon gondolkoztam, kitől kérjek kölcsön, hirtelenében 50 forintot. Kopereczki most az egyszer nem vág savanyú képet, átadja az 50-est, de azt a megjegyzést mégse hallgatja el, ám bár most nekem is sok kiadásom lesz.
Hazám főispán lettél, ebédek, pezsgő, reprezentálás, kedves pozíció. Minden virág neked nyílik a megyébe, minden fácán te eszel meg, s minden asszony a hálódba botlik. Ezt jól csinálta az öregem. Csak aztán rólam se feledkezz meg, sógor. Mi? Volna talán kedved magántitkárnak lenni? Foly, nem szeretek én körmülni. Arra keres magadnak valami skribát, valami ügyes lateinet, aki majd lapot is szerkeszt, mert saját orgánumodnak kell lenni, amit te sugalmazol. Ne beszélj. Az úgy van, kedves sógor. Hozzátartozik a királyosdihoz, kivált nemzetiségi megyében. A kormány szubvenciót ad a lapodnak, a lap azután működik. Te a közgyűléseken teszel nagy kirohanásokat a nemzetiségiek ellen, ő a cikkekben. Ha nincs ok rá, találtok okot, a cikkeket aztán a szerkesztő megvörös ceruzázva küldi fel a kormánynak, hogy lássa, mennyire dolgoztok a magyar állam eszme érdekében, és addig-addig dolgoztok, még egyszer csak azon veszitek észre magatokat, hogy ahol azelőtt béke volt, most fenekestől felfordult minden. Hát erre én nem vagyok való, ahhoz egy buzgó fiatal ember kell. Hanem ha valami jót akarsz velem, szerez nekem egy jó pártit. Jó, majd híradással leszek, ha valami érdemes falat akad. Apád már beszélt vele ilyesfélét, de olyan formán, mintha már meg is volna. Na de addig is kísérjél a Szabóhoz, díszmagyart megyek csináltatni. Nini, elfelejtetted már Velkovics Rozálit? Az csak akkor volt jó. Akkor még kevesebb adósságban úsztam, most már nagyobb hal kell. Vigyázz, sógor, mert a cápáig találod fölvinni, az pedig nincs se a Tiszában, se a Dunában. Ilyen vidám beszélgetés közt értek a Grünbaum és Weinerhez, ahol mértéket vettek az új főispánról, és onnan aztán a Birner féle kereskedésben nyitottak be pezsgőt rendelni a beiktatási lakomára. 50 üveg francia és 450 üveg magyar pezsgőre alkuttak meg. Hanem az etiket legyen egyforma a palackokon, rendelt a főispán. Ért engem? Nosztiferi helyeslőleg intett a fejével, míg Birner úr arcán széles mosoly terült el. Ó, hogyne, nagyon is értem a méltóságos urat, méltóztassék benne megnyugodni, mind egyforma. Moi Chandon vinyettával lesz szállítva. Az ördögbe, Birner! Pattant föl Noszti megbotránkozva. A sógorom nem úgy érti ezt, hanem megfordítva tudniillik, magyar vinyetták legyenek a francia pezsgőkön is. Ahogy parancsolni méltóztatik, hajtotta meg magát Birner úr. Koperecki oldalba döfte a sógorát, és tótra fordította a beszédet, mint mindig kritikus pillanatokban. Mit csinálsz, megbolondultál? Hanem ott künn aztán felvilágosította Feri. Te bolondultál meg, sógorkám, mert látod, ez a különbség. Egy tót úr úgy csal, ahogy te, egy magyar úr úgy csal, ahogy én. Ha a te intézkedésed sül neki, pedig mindenki sül, örökre lehetetlen volnál Bontó megyében, de ha az én intézkedésem tudódik, hogy a francia pezsgőre tetettél magyar etikettet, akkor mint bámulatra méltó gavallért és hazafit fognak ünnepelni, s amellett úgy is célodat éred, hogy csalod őket, és hogy ti ínyedszek fent az asztalfőn francia pezsgőt fogtok inni, míg az alsóbb rendbeliek a becsületes magyar gyártmányt korcsolgatják. Tetszett az okoskodás Kopereckinek. Mondasz valamit, igazad lehet. Köszönöm, hogy figyelmeztettél. Én nem vagyok hiú ember, se pedig olyan nagy szamár, aki ne tudná, hogy szamár. Én tudom és érzem a szamár voltomat, és ez a kiváló tulajdonságom, meglást, ki fog emelni engem a közönséges főispánok közül. Apád nem fog velem szégyent vallani, ne félj. Hanem egy okos ember okvetlenül kellene hozzám, mert ha egy jó titkárom volna, hiszem, hogy jól be tudnám tölteni az állásomat. Pompásan lehetne felosztani a dolgokat. Én a parancsolást tudom, a törvényeket, meg a többi egyebet a titkár tudná. Kereshetnél nekem valahol egy alkalmas fickót, mi? Utána látok. Köszönöm, sógor, nagyon lekötelezel, kivált, ha sietsz vele, mert a miniszter azt akarja, hogy minél gyorsabban foglaljam el a székemet. Sokat vár tőlem. Tette hozzá némi büszkeséggel. Szóval nem merem a beiktatás napját későre kitolni, annál is kevésbé, mert már mindenem kész, ami a bontói felszereléshez kell, csak még egy sastól kell és egy írótól. A sastollat megvehetjük útközben. Az írótólról meg én gondoskodom. 3-4 nap múlva nálad lesz. Noszti elvállalván a feladatot egy úgynevezett pokoli ötlete támadt, melyről bajos elhatározni, az ördög súgta-e,
vagy egy kis íjas fiú, aki valamikor Isten volt, míg az olimpuszi hatalmakat nem deposzeddálták, de aki legtovább uralkodik, mert a többiek, az öregek már eltűntek, de ő még most is intézi. Szegény hugocskám, dünnyögte az elhatározásnál Feri, miért ne tenném boldoggá? És ezzel másnap, mikor reggel otthonról elment, benyitott az ugyanazon utcában lévő Cinkotai Iccéhez címzett kis kocsmába. Oda szokott járni, ha pénze nem volt és mulatni akart, ott mindig hiteleztek az elegáns fiatal úrnak. Jóképű, tisztes öregasszony volt a kocsmárosné, nyájasan köszöntötte, mert már régen nem látta. Itthon van Kornél? Kérdezte. Kornél az öregasszony fia, oskolatársa volt, azon felül együtt önkénteskedtek, s azon felül, de ezt már nem kell mindenkinek tudni. Nincs édes úrfim, nincs biza, felelte a jóképű anyóka, az ügyvédi irodában van. Hát kegyet, hogy érzi magát, kedves Malinkáné asszonyom? Köszönöm a szíves kérdését, mit mondjak neki, ha hazajön? Hogy kerestem, fontos beszélni valóm van vele. Jó vagy rossz? Kérdi aggódó pillantással az asszony. Jó, felelte Noszti. Azért kérdeztem, kérem alásom, mert kedélybeteg, félek, nem lesz jó vége. Szenved valami titkos bánata van, óvom a rossz fuvallattól is, nemhogy a rossz hírtől, a lelkem is reszket, ha ránézek. Majd talán meggyógyítom, mosolygott rejtelmesen az úrfi. Mondja meg neki, Malinkáné asszony, hogy eljövök délután, várjon meg otthon. Feri körülbelül tudta, mi baja van. Évek előtt együtt voltak önkéntesek, mikor az ezred még itt Pesten feküdt. A Cinkotai Itze akkor is már abban a hírben állott, hogy Koszt dolgában csak a kispipa versenyezhet vele. Szokásban volt akkor, de még most sem újja divatját, hogy a jobb házból való leányok a szakrékörök után, mint egy a nevelés befejezéséül egy-egy nevezetes konyhájú vendéglőbe adattak, hogy egy pár hónapig déltájban ott szorgoskodjanak, mint volontőrök a konyhán, annak csodás titkait meglesni, mert a szentházasságban csak eleinte vonzerő a csók, de a jó asztal az örökös kapocs a férj és feleség között. Az elválás is ágytól és asztaltól szól. Az ágytól még csak el lehet válni, de a jó asztaltól nagyon keserves. Vilma kisasszony, minthogy az utcájukban volt, a Cinkotai Iccéhez járt gyakorlatra. Eleinte kedvetlenül, később valóságos szenvedéllyel. A kocsmárosné önkéntes fia, szép, délceg, magas, szőke fiatalember bebekukkantott a konyhába, ha éhesen hazajött egy kis palacsintát lopni azon melegiben a sütővasról, úgy jó az. Önkéntes Malinka Kornél azonban csak éhes volt egy-egy gyakorlat után délfelé, de vak nem volt, sőt, inkább igen csinos ábrándos szemei voltak. Tehát hamar észrevette a konyhán sürgő forgó úri kisasszonyt. Malinkáné sietett bemutatni a fiát, aki aztán elbeszélgetett vele egyről másról, el annyira, hogy bizonyos idő múltán a konyhabéli jók közt Vilma kisasszonyt kezdte találni a legédesebb falatnak, és mondjuk ki egyenesen, ami igaz, igaz, a bakfis Vilmácska sem maradt iránta ridegen. Itt a pattogó perelő tűz mellett, ahol minden nyersanyag megfőtt és megsült, az ő érzéseik is hamar fortak. El annyira, hogy már szűk volt nekik a konyha. Valahányszor Vilma elment az önkéntes öccsével sétálni, az ifjú Malinka, aki már az ablakból leste, hozzájuk csatlakozott és együtt járkáltak a városban. Feri úrfi, aki szerette húgát, és akit a húga sokszor segített ki apró pénzzavaraiból, testvéri gyöngétséggel hunyt szemet a szövődő viszonyra. Sőt, később, midőn Vilma már bevégezte a tanfolyamot a Cinkotai Iccében, minthogy valaki, akit Malinkának hínak semmiféle ürügy alatt nem juthatott volna be a gőgös Nosztipál szalonjába, Ferenc úr közvetítette a szerelmesek levelezését. Hogy minek irkáltak és mit reméltek, Isten tudja. De hisz a szerelem legjobban táplálkozik a reménytelenségből. Hogy találkoztak-e valahol a Feri tudtán kívül is, nem igen fürkészte, meglehetős felületes és könnyelmű volt, hogy ne törődjék vele. Az önkéntesi év után mindkettőjüket kinevezték hadnagynak. Noszti elfoglalta helyét és elment az ezreddel Trencsénbe. Malinka ellenben nem maradt a katonaságnál beállott ügyvédsegédnek, hogy minél előbb letehesse az ügyvédi vizsgát, s mint híres ügyvéd, odaállhasson Noszti elé egy szép reggelen. Hely, mennyit álmodozott erről a napról a szárazakták között. Özvegy Ilváncziné született Noszti Erzsébet, a Vilma nagynénje, aki a háztartást vitte Nosztipálnál,
Szigorú asszony volt, a furfang se hiányzott belőle, hiszen noszti vér csurgott az ő ereiben is. De ha valamely regény elolvasásába merült, akkor a szőnyeget is ki lehetett volna lopni a lába alól. Általában az olvasmányaihoz igazodott. A gyilkosságról, rablásról olvasott, nappalra is kulcssal zárta be az ajtókat, ha nem, éjjelre is nyitva hagyta. Ha a regényben valami csintalan, kikapós asszony volt átható árgus szemeivel, amelyek egy detektívnek is becsületére váltak volna, még a Vilma titkos gondolataiba is behatolni igyekezett, a sóhajait, halaványságát, hallgatagságát, mint bűnjeleket kezelte, az elhullatott papírosait titokban összeragasztotta és elolvasta, ha azonban jóindulatú hős jellemek fordultak elő regényében, akkor megbízott benne, sokszor egyedül is elengedte órákon át flangírozni a városban. Beszélik a dr. Horváth Márton köz- és váltóügyvéd irodája beli emberek, meg lehet azonban semmi vonatkozása sincs ezzel, hogy gyakran jött fel Hordár, aki Malinka Kornélt kereste, egy levélkét csúsztatott kezébe, mire annak kigyúlt az arca, s észrevétlenül otthagyva keresetét, aktát, végzést kiosont az irodából. Az imposztor segédek, akik utána leselkedtek, azt állítják, hogy az utca sarkán egy elfátyolozott karcsú kisasszony várakozott rá olyankor. Hogy volt, hogy nem volt, Isten tudja, csak az a bizonyos, hogy azokban az időkben, mikor Koperecki elvette a noszti leányt, búskomor lett, nem ivott, nem evett, nem dolgozott, nem tanult, mert különben már letette volna azóta az ügyvédi vizsgát, hanem őgyelgett az utcákon a budai hegyek közt, mint egy testetlen árnyék. Hogy miért, senkinek se mondta, senki nem sejtette, az ifjú nosztit kivéve, aki még a nász előtti héten is hordta a leveleket. Aztán akárhányszor rajta kapta húgát, hogy keservesen sírt ott, ahol nem látták. Vilmát aztán elvitte férje Krapecre, annak több mint egy éve, és most micsoda pompás jelenet lesz, amikor egyszer odatoppan Malinka Kornél is. Alig várta a délután, hogy fölkeresse régi önkéntes pajtását. Az már várt rá, akkor szomorúan nyújtotta feléje a kezét. Feri hasonlított Vilmához, ez az arc fájt neki, óvakodott ránézni. Parancsolsz velem valamit? Olyan volt a hangja, mintha a sírból jönne. Egy ajánlatom van számodra, kedves öregem. Mennyit kereselte meg az ügyvédi irodában? Malinka vállat vont és rábámult a közömbös jéghideg szemeivel. Mit bánom én, azt minek nekem a pénz, hitványság az. Boldog ember vagy, de én még boldogabbá akarlak tenni. A sógorom, a Vilma férje, bontóvári főispán lett, és titkárra van szüksége, vállalkozol-e rá? Azok a jégszemek, hogy kezdtek egyszeribe villogni, mint a Szent János bogarak, mohón izgatottan kapta meg a noszti karját. Ő a karja? Nem, egészen az én ötletem. Tud róla? Suttogta rekettes hangon. Nem is tud róla, de majd megtudja, ha egyszer ott lát. Azt hiszed, örülni fog? Gondolom, nem fog haragudni. Nem okozza az neki fájdalmat. Fájdalmat? Miért? Csodálkozott noszti. Mert nekem fájdalmas lesz. Hát akkor ne vállald el. De nem bírok neki ellentállni. Ebben az esetben rendben van a dolog. Írok majd egy pár sort, és ezzel kerest fel a sógort az angol királynőben. Noszti fütyörészve távozott, gondolván magában, ezeket én most összehoztam, amiből szép vígjáték lesz Krapecen. Sokkal frivolabb volt, mintsem arra is gondolt volna, hogy épp úgy lehet szomorú játék is. Malinka jelentkezett másnap, s a csinos, jóformájú fiatalember megtetszett Kopereckinek, röviden megegyeztek, és még aznap délután íróasztal tétetett be neki az egyik vendéglői szobájába. Ez az ön dominiuma, mondá, mutatván neki az íróasztalt. Ön ezentúl nem Malinka, hanem Kopereckinek a második énje. Beleképzeli magát az én bőrömbe, és gondolkozik helyettem. Én mindenbe beleavatom önt. Ha ön valami bolondot csinál, összeszídom. Ha pedig én csinálok valami bolondot, akkor még jobban szídom össze. Elég, ha egyelőre ennyit tud, a többi majd következik. De mégis szeretném teendőim tüzetesebb meghatározását, szólalt meg Malinka. Ne beszéljen nekem ilyen stílusban, mert azt én ki nem állhatom, azt hiszem, hogy valami hivatalos okmányt olvas, és attól én mindjárt elalszom, mint a kakas, ha meglóbálják. Hogy mi a teendője? Hát, azt nehéz meghatározni. Mindenek előtt egy szép beiktatási beszédre van szükségem, ezt önnek kell megcsinálni, ez a szekretárius dolga. Csinált ön már ilyesmit?
Nem csináltam még, de a kriától kezdve mindent meg tudok csinálni, csak hogy... Jobb volna látni mintának egy ilyen beszédet, mi szokott abban lenni. Sok zöldség, temérdek, hetlek otla, és ezt nekem szóró-szóra be kell magolnom, de hát igen, az ember, hihetetlen, mi mindenre képes a hazájáért. Különben itt volt tegnap az alispánom, akivel Eho 20-ára állapítottuk meg a beiktatást, fogalmazzon majd egy levelet ilyen értelemben a törvényhatósághoz, amelyben értesítem erről, holnap pedig rendeljen valamely nyomdában meghívókat a főispáni ebédre. Azokat majd csak a jövő héten küldjük szét otthonról, Krapecről, mihelyt megkapjuk az alispántól a meghívandók névsorát. Ugyancsak megígérte, hogy megküldi a jegyzőkönyveket a régibb főispáni beiktatásokról, ezekből aztán megtudjuk, mi minden vár ott engem. Ó, jaj, már csak átestem volna rajta. Malinka megértvén ezeket lassan-lassan belemelegedett feladatába, s minthogy úgyis értelmes koponya volt, az alispán által küldött programból és a régi beiktatási jegyzőkönyvekből összefogdosta a beiktató ünnepély képét. A főispán 19-én a délutáni vonattal érkezik Bontóvárra. A megye határán egy kisebb küldöttség száll fel a vonatra és kíséri a székvárosig. A székváros indóházában a város polgármestere és a megyei tisztikar fogadja. Az ott elhangzó rövid istenhozatra néhány szívélyes szóval felel, mire a Dengely hegyén megdördülnek a régi tököli ágyúk, lévén most tökölinek sokkal több ágyúja, imittam ott elszórva várakban, városokban, mint amennyit valaha öntetett és bírt. A főispán az előre odaküldött négyes fogatára ül, és a megyeházi szállására hajtad. A voltaképpeni beiktatás csak másnap lesz az ecélra összehívott közgyűlésen, ahol a főispán leteszi az esküt, mely alkalommal a főjegyző Vér Tamás fogja üdvözölni, mire aztán a főispán mondja el a beszédet, stb. Stb. A program egy kicsit szegényesen festett, kifejezője volt, úgy látszik, a hangulatnak. Koperecki is észrevette, és váltig morgott, hogy még besetette a lábát a vármegyébe, és már is sikkasztanak. Hová tették a programból a fehér ruhás lányokat? Micsoda szemtelenség! Enélkül hogyan ő főispán? Azon kívül se bandérium, se fáklyás zene. Ez bizony nem jól kezdődik. Nem csoda, vigasztalta Malinka a panaszkodót, még nem ismerik méltóságodat. Hiszen éppen ez az, hogy még nem ismernek, azért csodálkozom, mert ha ismernének, nem csodálkoznám. Nem volt kedvező prognosztikon a Bontói napló se, amelynek minden sorát figyelmesen olvasták. A fekete betűerdőből hideg szél fújt, s gonosz manók vigyorogtak ki. A távozó főispán iránti szeretet és melegség áradt ki a különböző közleményekből. A lemenő napnak üdvöltöttek a hozsannát, ennyi de furcsa magyarok. E hidegségből egyéb iránt nem érzett Malinka semmit, sőt, inkább melege volt, izzadt a beszéd készítése közben. Sok penzumot csinált már életében, de egy sem ment olyan nehezen, talán éppen azért, mert valami rendkívülit akart alkotni. Olvasta mintának Cicero kölcsei beszédeit, hogy azokból ihletet merítsen, elment vagy kétszer-háromszor a karzatra országgyűlési beszédeket hallgatni. Ezeknek a hatása alatt írt aztán egyet-egyet, de mikor Kopereckinek felolvasta, az nem volt megelégedve. Nem jó, Amice, nem jó. Hát miért nem jó? Mit tudom én? Csak nem jó. Akkor aztán áttanulmányozta az Antonius beszédét Cézár holtteste fölött, és írt egy hatalmas, lendületes szónoklatot alexandrinusokban, hogy öröm volt azoknak pattogását hallani, mert meg kell adni, pompás tolla volt Malinkának. Koperecki végighallgatta ezt is, és fitymálva intett a kezével, ez se jó. A szegény Malinka most már kezdte az alispán által küldött régi jegyzőkönyvekben megörökített beiktatási beszédeket fölturkálni, s nagy kényában kiválasztván egyet, amelyet a mostani alispán tartott még főjegyző korában, az 1868-ban kinevezett főispán báró Aráncsi János beiktatásánál, és amelyet a szónok úgy adott elő akkor, mint a vármegye óhajait, most akként travesztálta, mintha a főispán ígéret gyanánt mondaná el ugyanazokat a szóvirágokat, reformokat, pattogó szentenciákat, kopott hasonlatokat és részesülőkben össze-vissza gubózott oratóri maszlagukat és cirádákat. Kopereckinek a szemei csillogtak a megelégedéstől és örömtől.
Ez az, pánbrát, ez az igazi, ez a szép, rajta van az a bizonyos megyei szag, ami a hajdúk dolmányán és a bizottsági tagok bekecsén. Maga nagy talentum, pánbrát. Ez volt nála a legnagyobb fokú megelégedés, ha valami alantast per pánbrát testvérúrnak szólított. Ezt a beszédét vitte haza Krapecre, hogy betanulja. A beiktatásig ugyanis még 10 nap volt. Koperecki ráért még hazamenni, úgyis dolga volt otthon, lemondani a takarékpénztári elnökségről, átadni az irományokat, ellátni instrukcióval a tisztjeit, aztán a kis Rajkót is meg kellett nézni, hisz az már megnőtt azóta. Ó, hogyne, egy hete, hogy eljött hazúról, azóta talán már nevetni is tud. Különben se lett volna célja a további időzésnek, mert az apósa, aki eddig tanácsokat öntögetett a fejébe, már tegnap előtt előre utazott a megyébe a hangulatot megfordítani, már amennyire lehet. Sőt, egyenesen nem célirányos lett volna, mert Feri sógor otthon maradt és minden másnap megpumpolta, mégpedig mindig duplájával az előbbeni kölcsönnek. Egy szóval kubusra dolgozott. Ezt a metódust pedig állítólag egy hajdankori perzsa sakk se győzte a sakktáblán, pedig csak búzaszemekről volt szó. Ja, ezt nem lehet 10 napig kitartani, a báró tehát azt mondta egy reggel Malinkának, készüljön fel, amíg megyünk haza Krapecre, ott a csendességben, ahol nem zörög ez a sok bolond szekér, könnyebben megtanulom a beszédet. Aztán szó, ami szó, nagyon szeretnék már egy kis gyereksírást hallani. A portásnak meghagyta, hogy minden érkező levelét rögtön továbbítsa Krapecre. Ha pedig egy kulcsot hoznának a minisztériumtól, arra úgy vigyázza, mint a két szemére, rögtön csomagolja be és küldje utána. Malinka szeretett volna elmélázni a vasúton, volt hozzá szép és bőséges anyaga, sokat adott volna érte, ha a főispán nyugton hagyja, de az éppen fecsegő kedvében volt, és kedvencéről a kosról beszélgetve hova tovább mindkettő belemerült az állatvilág dicsőítésébe. Micsoda ostoba hivalkodás, barátom, hogy mi emberek magunkat a legtökéletesebb teremtményeknek képzeljük. Önkényes ráfogás. Meg lehet, hogy a birkák is azt gondolják magukról. Éppen olyan joggal tehetik, mint mi. Az igazság pedig alkalmasint az, hogy az Isten egyenletesen osztotta el teremtményei közt a tehetségeket. Egyik ebben a kiválóban, másik abban. A kutyának több a megfigyelő képessége és a szaglása mindenkinél. A nyúl hallása csodálatos. A gólya napokkal előbb megérzi a vihart és köveket hord csőrében a fészkébe, hogy erősítse. Elbújhatnak előle a meteorológusok. A vándorló madarak jobban ismerik a földrajz, mint a tanügyi bácsik. Hát még a postagalambok amice. Elviszik őket mondjuk sötét kalitkában, vasúton mondjuk Amsterdamba, ott kieresztik, megrázzák szárnyaikat, és jönnek egyenesen haza mondjuk Trencsénbe. Hisz ez olyan isteni tehetség, hogy a nyomorult ember fölfogni se tudja. És mégis ő van felfuvalkodva. De ki bírná azt elősorolni, mi mindent tud egy-egy állat? Mi csak olyanokat tudunk valamely állattudásra felől, amit mi is a tudás körébe vélünk sorozhatónak. Tudjuk, hogy a macska karmolni, dorombolni tud és elfogja az egeret, de nem tudjuk, hogy még mi mindent tudhat ezen kívül. Mert fordítsuk csak meg a helyzetet. Bújjunk be a macskába, barátom, Malinka. A macska álláspontjából vizsgáljuk, hogy mit tud az ember. Hát tud beszélni, ülni, öltözködni, prüszkölni és böfögni. De hogy a történelmet is tudja, a matézist, a filozófiát, hogy könyveket ír és szellemes ötleteket mond, arról a macskának sejtelme se lehet. Sőt, ha tovább megyünk, és én megyek is, azt merem mondani, hogy az állatok többet kaptak az értékes tulajdonságukból, mint mi. Mert van-e csak egy olyan állat is, a majmot kivéve, amelyik az embertől tanult volna valaha valamit? Ellenben mi folyton tanulunk az állatoktól, a fecskétől tanultuk az építkezést és a darástól, ugyancsak az utóbbitól, a papíros csinálást is növényi anyagokból. Csak még nem vagyunk tökéletesek, mert az övé, ha megázik, se szakad el. Hát a pók, amice, a pók. Hogy tud az szőni? Mi ahhoz képest egy takács? Vagy egy intrikáló főispán, jegyezte meg Malinka. Na, Malinka, mindjárt a szájára ütök. 5. fejezet. A krapeci uradalom és a nélkülözhetetlen Bubenyi. Trencsénben a nagy szamárnál a báró fogata várta őket. 4 szép erős pej, olyan kövérek, hogy szinte renget rajtuk a hús. Sohasem láttam még ilyen hízott lovakat,
vélte Málinka. Ezeket Marienbádba kellene küldeni, nem Bontó várra. Meghiszem azt, kevékedett Koperecki. De nézze csak, mit esznek! Malinkának erőnek erejével be kellett nyúlni az egyik abragos tarisznyába, ahonnan egy marék zabot emelt ki. Tegye vissza megint, és most nézze meg a tenyerét, mit lát rajta. Semmit. Ugye? Újjongott a báró, hiszen éppen az, hogy semmit se lát, hogy tiszta maradt a keze. Ez annyit tesz barátja az erénynek, hogy a lovaim mosott zabot esznek. Ez az tánkoszt. Nem ölt olyat a Caligula lova se. Trencsén beregyéb iránt éppen országos vásár volt, s a vidéki urak, a különféle kopereckiek mindben voltak és ünnepelték a család gyöngyét, aki ennél fogva köztük töltötte az estét és az éjszakát, természetesen Ferbli is volt, és az új főispánt derekasan megkopasztották. Nem maradt egyebben, panaszkodott reggel Malinkának üres tárcájára mutatva, csak a rokonaim szeretete. Mogorva hangulatban ült fel a kocsira, de innen már mulatságos volt az út Malinkának, mert még sohasem látta tótságot, bár maga is tót volt, de az enyhébb fajtából, az alföldről, szarvasról való, anyja luteránus tanárnak felesége megözvegyülvén onnan jött Pestre és megnyitotta a cinkotai iccét, mikor még Kornél csak 15 éves volt. Gyönyörű őszi idő volt, az egyik fölséges panorámából a másik nyílt. A tüdő nem tudott betelni a fenyőillatos levegővel, a szem a látnivalóval. Festői várromok bámulnak le a sziklacsúcsokról mogorván. Hol vannak a páncélos vitézek, ki kit lovagoltak hajdanában élükön Csák Mátéval vagy valamelyik Turzóval? Elborul az ember kedélye és a képzelete a múltakba téven. Hely, hogy mindennek el kell múlnia, ami volt, hanem ezek a fák még tán látták őket fiatal fácska korukban. A vág pedig nyilván még most is úgy zúg, mint akkor, és a rigók is éppen olyan végan fütyülnek az erdőkben. Az őzek kíváncsian kandikálnak ki az erdőszéleken, és olyan félénkek, szelédek, mint mikor még azok a daliák vadásztak rájuk. A völgyekben most is nevetnek a réteg sejemfüveikkel és az őszi napsugár játékában, habár elnémult is a kürt, mely a vártoronyból harsogott, ha alszik is a kürt és valahol poralakban, ha utána dőlt is a torony, azért még sok van úgy a régi világból, ahogy volt. A hegyi patakok, ezek az ezüst gyíkok vidám locsogással sietnek a vágba. A vágon egy-egy tutaj úszik nagy farakományokkal, néha tót flotta. Rajta kedélyes parasztok pipáznak a király dohányából, nagy kalapjaik alatt, melyeket cérnára fűzött kerti csigákból készített pántlika övez. Malinkát minden érdekelte, ezer meg ezer kérdést intézett a főispánhoz, vagy két helyütt, ahol burgonyát szedő, mákot tördelő asszonyok, leányok melankolikus nótákat daloltak. Mindenáron le akart szállni a hintóról, hogy azokat följegyezze, mert Malinka költői lélek volt és etnográfus, aki gyűjtötte a köznép érzéséből fakadó virágszálakat, de Koperecki nem engedte. Ugyan ne okoskodjék, megkapja nálam az egészet összegyűjtve a skatujával együtt. Tette hozzá vigyorogva. Az elbájoló vidék itt-ott sárga, agyagos szántóföldeken folytatódott, amelyeket árkok, szakadékok szeltek keresztül kasul. Az erdővel borított hegyek kevésbé meredek aljából keletkezhettek e szántóföldek. A föld nem akart hozni itt is csak fát, borókabokrokat, árvalányhajat és páfrányt, de az emberek kényszerítették, turkálták, piszkálták. Terelj, mi kutya, azt, amit mi vetünk beléd! Muszáj! Az út mellett néhány pusztai ház állt, istállók, juakol, béres házak, ispánlak. Ez már az én pusztám, mondá Koperecki. Ez az egyik. Még egy van ezen túl, a Kicka nevű, majd azt is útba ejtjük. Hát, ezt hogy nevezik? Ez a szedres. Hány hold a szedres? 2000. A fele szántóföld, de nem sokat ér a felese. Alkalmasint annál többet ér a másik fele. Dehogy a másik fele semmit se ér, erdő. Az erdőnek is nagy most már a becse, kivált, ha a kőszén elfogy, pedig elfogy.
Emiatt ugyan elfogyhat, ezt az erdőt Isten útjának hívják. Egyrészt azért, mert az őseim vele együtt ebből szoktak ajándékozni fát leégett községeknek és épülő templomoknak, amiért a mennyországba remélünk bejutni, de az nem bizonyos. A lapokban azonban rendszerint bejutunk a nagy lelkű jelzővel és egyéb magasztalásokkal. Másrészt pedig azért hívják úgy, mert az út az erdőben csak ugyan gyakran vezet az Istenhez, amennyiben olyan veszedelem az erdőből fát hozni, hogy barom és ember szinte bizonyosan otthagyja a foga fehérét. De hisz akkor ez a kegyes ajándékozás inkább istentelenség. Egy kis családi flanc, ártatlan dolog ez. A családnak van magához való esze, ez az egész, sok helyen patrónus, tehát valamit tennie, adnia kell a világ szája miatt is. Nos, a megajándékozottaknak is legyen magukhoz való eszük, és várják be türelmesen, míg a kormányozható léghajó fel lesz találva, s alkalmassá téve a faszállításra. Közel a tanyákhoz néhány eke mozgott, gírhes apró ökrök vontatták kedvetlenül. Ott volt a szántásnál Klincsók György kasznár is, szépen kiszitt tajték pipából eregetve a füstöket. Kopereczky a hintóhoz intette. Gurult az öreg úr, mint az ördög motolla, nagy lihegve a kövérsége miatt, amint pedig odaért, kivette szájából nagy alázatosan a pipáját, s függőlegesen leeresztve én azt maga mellett, a fejéről hirtelen lekapott sapkáját ráakasztotta a csutorára, nehogy valahogy szórakozottságból tiszteletlen módon a szájába vegye, még a méltóságos báró színe előtt áll. Na, mi az újság, Klincsók bátya? Kérdé a főúr nyájasan. Mi történt egy hét alatt? Semmi se nem nevezetesebb, felelte a kasznára maga tótos szókötésével. Van-e valami pénzé tehető portéka a gazdaságban, mert nagyon meg vagyok szorulva. Ezek a főispánság nagy érvágás, aztán Trencsénben is megkeféltek az éjjel. Nincs pénzem, Klincsók bácsi. Gondolkozok. A homlokát dörzsölte szőrös kezével, mi alatt becsületes jó arca eltorzult. Talán a birkákat megnyírjunk? De már van késő beüti orrát tél. Ők nem szólják semmit, ahogy én ismerek őket. Már tűnik birkákat, de ahogy a telet ismerek, betalálja hegedülni nekik. Nem ködmön két birkáról lehúzni most nem jó, hanem fekszik padláson enyémen olyan ködmön, vagy 70, kiből birka már kiment. Találtatik ugyancsak egy ökörbőr is, ebből tudom én egy kis pénzt csinálni, mihez találtatik zsidó, no az pedig találtatik. Miféle ökörbőről beszélünk? Hát a bimbóról, a tarkáról elhagyta minket, sóhajtott Klincsók, éppen tegnap előtt véradóra. Mi baja történt? Klincsók úr égre emelte szemeit. Isten tud, én azt gondolok vége gyengülésben múlt ki. Bizony nagyon soványok a többi ökrök is, jegyezte meg Malinka, meg lehet a bordáikat olvasni. Klincsók úr igyekezett menteni a becsületből, amit lehetett. Talán csak az enyém kövérségem mellett látszódja úgy. Ennek én vagyok az oka, szólt a főispán, mert kevés szénám és lóherém terem, az a lovaknak, teheneknek kell, hát szecskára, árpaszalmára vannak szorítva. Én parancsoltam egy Klincsóknak, és ő ahhoz tartja magát. Elég nem igazságos az méltóságos uram, okvetetlenkedett Malinka. A szegény ökrök keserves izzadságából, munkájából hozza terményeit a föld, csak éppen ők nem kapnak belőle, hanem a parád és állatok fajják föl. Isten úgy segélyen, igaza van, kiáltott fel élénken Kopereczky, mintha csak most jönne rá. Veszek meg, ha nincs igaza. Hiszen a társadalomban is így van. Az emberek nagy és bölcs tömege is így alkotta meg a maga rendjét, a paraszt dolgozik és koplal, az úr pedig csinos kis dinereken megeszi a termények javát, és befeg Malinka, magának igaza van. Gratulálok, Malinka, ejnye, de szent egy igaz, amit mondott. Egy fél óráig hajtogatta, hogy milyen talpra esett megjegyzés, de azért csak úgy hagyta a dolgot, ahogy eddig, csak a bőrök eladását parancsolta meg, és azzal a kövérlovak tovább indultak. Szeretem ezt a Klincsókot. Nagyon derék ember, és főleg szófogadó, dicsérte Malinkának útközben. Igaz, hogy nagyon rosszul megy a gazdaság alatta, de szeretem. Átkozottul keveset hajt a szedres. Ha nem volna a kicka, már régen kivicsorítottam volna a fogamat. A kicka tehát a jobbik birtok. Az is csak olyan, hanem van ott egy gazember kasznárom, egy bizonyos Fekete György, makacs kálvinista ember, akit el akarok csapni, mert nem akar rám hallgatni, és akármit rendelek, mindig az ellenkezőjét teszi.
Sejtem már, mert nem vagyok én olyan nagy szamár, hogy éppen azért megy jól a gazdaság. Mindegy, mégis elcsapom, mert szeretem a jövedelmet, de még jobban szeretem az engedelmességet. Hát nincs igazam, Málinka? És mennyi már most a két birtokból az évi jövedelem, ha szabad az ilyesmiről kérdezősködni? Ráfizetek. Ráfizet? Kérdezte csodálkozva Málinka. Minek gazdálkodik akkor méltóságon? Minek? Förmett fel a báró némileg megbotránkozva az együgyű kérdése. Hát akkor miből éljek? Úgy értettem, hogyha talán bérbe adnál méltóságod a birtokot. Ugyan hagyjam béket, kinek adjam? Zsidónak? Az ki zsarolja a földet? Kereszténynek? Az nem zsarolja ki, de a bért sem fizeti meg. Bárcsak nekem lett volna ilyen két pusztán, sóhajtott Málinka. Ne kívánjon olyat, barátom. Örüljön, hogy nincs semmije. A vagyontalanoké az ország, higgye meg nekem. Ne kísértse az Istent, Málinka. Hiszen most minden a többségeken fordul meg. Többségről beszél a miniszterelnök, és a miniszterelnököt támogató képviselő. Mind a kettő a többségből meríti létét. Többségről beszél a király is, mert a többség szavazza meg neki a rekrutát, a hadiköltséget és a civilistát. A többség az úr, és abban egy olyan szép szám, kopacska, mint Eszterházi. Egyik se több egynél. De kopacskának az az előnye van, hogy semmije sincs, és ha egyszer összetalál beszélni mindazokkal, akiknek nincs semmiük, kisül, hogy ők a többség. Félek, hogy észreveszik egy napon, és akkor ők az urakövék az ország. És maga mégis elég könnyelmű, hogy két pusztát akarna. Hát megvan maga bolondulva. Málinka, Málinka, ne legyen háládatlan a gondviselés jó téteményeivel szemben. Málinka sehogy se tudott tisztába jönni a principálisával, pedig megfigyelő lévén váltig igyekezett annak veséjébe behatolni. Hol nagyon okos embernek látszott, hol félbolondnak. Valószínűleg a kettőből volt összetéve, de ez se volt bizonyos. Mikor már egyes vonásokból megkonstruálta az emberét, akkor egy új fölbukkanó vonás halomra döntötte az egész képet. Így beszélgetések közt észre se vették, mikor egy völgykatlanban előtűnt a hitványkora Pecfalu fehér szalmafödeles házikóival, s fent a dombon hatalmas fenyőfák között a Kopereczky Ódon kastély. Mária Terézia korabeli manzárt fedelével, zöld zsalus ablakaival és kiülő tornyával. Itthon vagyunk, barátom, amott a rezidenciám. A vakok közt csak ugyan király a félszemű. Soha még épület nem hatott annyira Málinkára, mint ez a vénfészek, pedig ugyancsak nem volt rajta semmi szépség. Az egyik oldalhoz egy dísztelen fészert ragasztottak, a fedelét pedig az új zsindej csúfította el, amellyel itt-ott befoltozták a korhat részeket. Mégis valami fönséggel látszott uralkodni az ütött-kopott kunyhók között. Csak hamar behajtott a kocsis az udvarra. Az uraságot senki sem fogadta, csak a kos szaladt elejébe, hasonlóan a kutyához. Az udvaron egy tenyeres talpas szolgáló szép példánypontyot kapart, amely incsiklandozó látvány jól esett Kopereckinek, étvágyát a hegyi levegő megnövelte. No, Ancsúra, hogy van az asszony? A méltóságos asszony ma kelt föl először a gyerekágyból. Hát a kis báró mit csinál? Ancsúra félre görbítette a száját, mely majdnem a fülőig ért, aztán vállat vont. Nézeget a kék szemecskéivel egyetmást? Mit beszélsz? Szólt közbe a báró mohón és vidáman. És mit nézegette, Ancsúra? Hát például engem is, ha bent vagyok. Ugyan erik, te golyhó, van is kit nézni, hogy téged nézeget. Hallja ezt, Málinka, már a lányokra nézeget a kis kéthetes Kopereczky. Rohant fel a lépcsőken az emeletre, és meg sem állt, csak az asszony szobájában, aki még gyönge volt, a díványon feküdt, és Rozália, a komornája, regényt olvasott fel neki. A szoba túlsó szögletében bölcső ringott, és a kis Kopereczky aludt benne. Pszt, ne kopogjon olyan nagyon, riadt fel Vilma. Alszik a gyerek. Olvasson, Rozália, csak olvasson. És te, hogy vagy, édesem? Köszönöm. És te? Rendbe jöttél a főispánsággal? Teljesen. 20-án lesz a beiktatás. Szent Isten, olyan hamar. A miniszterelnök kívánta, hogy siessek. De hiszen az lehetetlen, szólt a menyecske elképedve. A lakást nem lehet addig berendezni. Egy darabig a vendéglőben lakom, a megyeházán nem lehet. És én? Te itt maradsz, míg ott rendet csinálok, aztán eljövök érted. Atyám hogy van? Atyád, jó ember Vilma, ő derekasan viseli magát, most ott van Bontóváron.
Hálával tartozol neki, Izrael, nagy hálával, de csak olvason, kérem, Rozália, mert a kicsike felébred, ha nem hallja, hozzá van szokva a folytonos zümmögéshez. Mi? Pattant fel a báró harsogó kacajjal. Így csaljátok meg a szegény kis Kopereckit, a bölcsőde a gügyögő hangjait regényolvasásra akvirálod el szegénykétől. Igazán masztivér vagy, Vilma. Ezen aztán Vilma is elmosolyodott, és kikergette urát a szobából. Eredj, fölébreszted, úgy tudsz nevetni, mint egy medve. Hallottál-e valaha is medvét nevetni? Ne présmitálj, annyit eredj már, majd utánat küldöm a fiadat, ha fölébred. És a nagy brontesz ember megjuházodva Lábujjhegyen tipegett el a kis bölcső mellett szobájába, de nem anélkül, hogy vágyjal szeretettel teli pillantást vessen a bölcső belsejébe, ahol csipkés vánkosokban kipirult arcocskákkal aludt a gyermek, szemei levoltak hunyva, ajkai körül pajkos amorettek játszadoztak. Szobájában néhány levelet talált, a legfelül egyet Bontóvárról, a Nosztipál írásával. Ez érdekelte legjobban. Kedves Izrael, így szólt a levél. Egy kis baj van Izraelben. A fogadtatás nem lesz olyan, mint reméltük. Ellenfeleink, kik részint az ex-főispánhoz ragaszkodtak, részint pedig azok, akik a megyében lakó gróf Topisi Jánost óhajtották volna főispánnak, mindent elkövetnek, hogy a közvéleményt ellened hangolják. Elhíresztelték mindenfelé bogaraidat a szellemileg, műveltségileg képtelen embernek hirdetnek a főispáni méltóság viselésére. Klikkek szervezkednek, intrikák szövetnek minden vonalon. Hogy mi a céljuk, nem tudom, nem látom, hiszen voltak éppen nem is tehetnek semmit. Mindamellett szemmel láthatólag dolgoznak, s alkalmasint olyan hideg vagy esetleg csúfságos fogadtatást készítenek elő, mely aztán lehetetlenné tegyen. Hogy nyomást gyakorolnak embereinkre, az világos, a fogadtatásodnál szerepet vállalt egyének egyenként kezdenek visszahúzódni, egyiknek a lábán tájog támad, amely miatt nem húzhat csizmát, s nem mehet eléd be a küldöttséggel, a másiknak epekövei vannak, otthon kell ülnie, lemond a banketrendezésről. Egy harmadik egyszerűen azért lépett ki a funkcionáriusok közül, hogy azt mondja, ő nem tud tótul, hát mit keresen a főispán környezetében. Ezt a maliciózus kutyát, bizonyos Veszélyi Tamást, jó lesz visszaharapni, el ne felejtsd. Szóval úgy ítélem meg a helyzetet, hogy nekünk is tenni kell valamit, egy kis ellengőzt kifejteni, hiszen te tudod, hogy megy az ilyen okos ember, vagy már mi szerintünk. Tudod, hogy ehhez pénz kell. Azért hát haladéktalanul küldj biztos ember által 2000 birkát. Szívesen költenék a magaméből, de nekem most nincs. Ami pénzt magammal hoztam, elvesztettem. Itt még a kártyajárás is helyi érdekű, azaz a helybéliek nyernek. Csókold meg helyettem Vilmát és a kisunokámat, stb. Kopereckit kifárasztotta az olvasás, az öreg Nosztinak hallatlan rossz írása volt. Homlokán csorgott a verejték a betűk találgatásától is, de a kitalált tartalomtól még inkább. Mikor lecsapta a levelet, s véletlenül az áttellenes tükörbe esett pillantása, meglátván abban elszontyolodott ábrázatát, ökleivel fenyegette meg a saját énjét. Hát kellett ez neked, te mamlasz! Ehhez még két vagy három más névtelen levél járult, ugyancsak Bontóvárról, mindenféle gúnyolódással, fenyegetéssel, hogy a megyébe ne próbálja a lábát tenni, mert így meg amúgy jár. Szép zabtermésed volt az idén, Kopereczki, végzi az egyik névtelen jóakaró, maradj te csak otthon a jászolnál. Elfutott a szemeit a vér. Az ajtóhoz rohant, leszaladt a lépcsőkön az előcsarnokba. Bubenyik! Kiáltál dühösen. De csak Malinka ült ott az előcsarnokban egy rozzant biliárdon, az utitáskája mellett várakozva, hogy hát ő velem mi lesz. Nini, maga itt van, ennyi el is feledkeztem. Micsoda dolog ez, se szobát nem adnak, se semmit. Hol lehet az az átkozott Bubenyik? Kiabálásaira előrohant a konyhából a szakácsné a varecskájával, meg a gránátos termetű Ancsúra, aki az előbb a pontyot tisztította az udvaron. Bubenyik a kertben van, jelentette Ancsura. A jégvermet fedeti. Micsoda jégvermet? Csodálkozott a báró. Nincsen nekünk jégvermünk. Van, kérem, alássan. E napokban ásták ki, mielőtt a méltóságos úr Pesten volt. De hiszen én nem adtam ki rá rendeletet, haragosan csóválta meg a fejét. Már ez a Bubenyik is a nyakamra kezd nőni, már őt is el kell csapni. Szaladj el érte hamar!
Maga pedig, Malinka barátom, jöjjön velem, elvezetem a szobájába, ám bár úgy látom, nem sokáig fog benne lakni, mert rossz híreket kaptam a vármegyémből, vagy mit is beszélek. Az ördögnek a vármegyéje az nem az enyém. Jó, megálljon, ne nyúljon hozzá maga itt vendég, én viszem a táskát, és lehúzok azért 2 hatost annak a zsivány bubenyiknak a fizetéséből. Az a látvány, hogy ő ahhoz milyen pofát vág, megér nekem 10 forintot. Haragos, sötét arca szinte kiengedett, megenyhült erre a gondolatra, aztán megindult a táskával a baloldali folyosón, és útközben megkérdi Malinkától, szereti a zenét? Magam is muzsikális vagyok. Akkor nyissunk be ide, mert innen legjobban élvezheti este az udvari zenekaromat. Egy tágas, ódon bolthajtásos, tiszta, de rozog a padlójú vendégszobába vezette Malinkát, az ablakok alatt, melyek a kertre nyújtottak kilátást, egy félig kiszáradt tó helyett terült el papsajtal, beléndekkel benőve, csak a közepén volt egy kis bokáig érő zöld pocsolya, ellepve harmatkásával. Az első, ami a kertben szemükbe tűnt, bubenyik volt, egy hiúzképű, fürge emberke, szürke kockás nadrágban, mely valamikor egy diplomatái lehetett, és egy kopott, kékes mándliban, melyet újkorában valami tímár vagy lakatos mester viselt. Ancsura kiáltásaira, hogy megjött az úr, lihegve futott a kastély felé a pocsolya partjain, és hallani lehetett a békák cuppogását, amint ilyetten visszaugráltak a tóba, amerre ment. Malinka legott megértette ebből, hogy mi legyen a báró udvari zenekara, hanem sokkal kíváncsibb volt arra, mi történhetett Bontó megyében, és mi az oka, hogy nem sokáig maradhat itt. Aggodalmasan fürkészte a báró arcvonásait, kérdést is intézett hozzá, de az kitért előre. Majd megtanulja, de előbb egy kis konferenciát tartunk Bubenyikkel. Maga is részt vehet benne. Ki a Bubenyik? Hát még nem mondtam, komornyikom. Ritka neveletlen ember, nagyon fogom nélkülözni, ha el kell csapnom, pedig körülbelül ott tartunk. De addig is tegye magát itt kényelembe, mint otthon. Az ancsura majd behoz tiszta vizet, és ami egyéb hozzátartozik a komforthoz. Nagyon köszönöm, méltóságos uram, de én nem vagyok finnyás ember, igen kevéssel megelégszem. Tudom, barátom, de ami jár, jár. A szobaleány behozza a szükséges macskákat, mindjárt kiadom a rendeletet. Milyen macskákat? Közönséges macskákat, mert sok egér van az épületben éjszaka, aztán cincognak, rágcsálnak, kaparnak és futkároznak, mint a csikók a szabad szérűn, és nem hagyják az embert aludni. Ennek ellensúlyozására macskákat nevelek, és büszkén mondhatom, kitűnő saját tenyésztésű macskáim vannak, prima macskák szavamra. Alig várom, hogy valahol macska kiállítás legyen, mert ott én fogom elnyerni a nagy díjat. Bubenyik egy nagy kamrában éhezteti őket a beeresztés előtt. Ez teszi őket kiválóan fogékonyakká feladatuk teljesítésére szívós állatok. Ezek nem teszik velem azt a szemtelenséget, amit Bimbó tett a szedres pusztán, hogy kilépett a papucsaiból. Ezek föl se veszik az éjséget, és minél jobban éheznek, annál derekasabban dolgoznak. Ja bizony, sok minden kell egy jól berendezett falusi úri háztartásban. El kell magát látnia az embernek. Ha sok vendégem van, akkor néha csak egy-egy macska jut az egyablakos szobákra, a 2 ablakosokra 2 jár. Most azonban önnek annyi macskát adhatok éjszakára, amennyit éppen akar. Köszönöm, elég lesz 2 is. Úgy fog aludni mellettük, mint a tej. Kivált, ha, mint mondta, szereti a békakuruttyolást. Én részemről ki nem állhatom a békákat, olyanok, mint a papok, ha felágaskodnak, csak hátra látnak. Azért legokosabb, ha nem ágaskodnak, nem mozognak. Kopogás zaja szakította meg a báró különös okoskodásait, Bubenyik nyitott be lihegve. Itt vagy híres? Örmet rá a báró gúnyoros, rikácsoló hangot. Ilyenkor kell jönni, mi? Bubenyik vállat von. Mit tudtam én? Nem hallottam a kocsi zörgést, hát itt vagyok most, ha kellek. Úgy ám, de a vendégtáskáját nekem kellett behozni. Bubenyik erre is vállat vont. Nem tört el benne a keze? Mondá félvárról. Nem ám. Felelte a báró csendesebben, ami csodálkozásba ejtette Malinkát. De a fizetésedből levonok ezért 2 hatost. Majd kihúzom én azt 2-szeresen valahol a méltóságos úr bőrén, úgyhogy észre se veszi. Majd vigyázok a körmödre, imposztor, hol csavarogtál, hé? A jégvermet csinálom a kertben, odalent a hársaknál. Hát mondtam én neked, hogy csinál. Mérgesen toppantott a lábával. Hogy mersz engedelmem nélkül? Említette, hogy jó volna egy jégverem. Igen, de költséget nem engedélyeztem rá, hiszen nem is került az semmibe.
Ingyen ásták ki a parasztok, ugye? Horkant fel Koperecki, és újonnan olyan dűbe hozta magát, hogy a fogait is csikorgatta. Nem mondom, hogy ingyen, mert... No, látod, mert még ők fizettek, hogy engedjen meg. Meg vagy te veszve, Bubenyik, félre beszélsz. Bubenyik előújságolta, erre miképpen történt a jégveremásás. Ő, mármint Bubenyik, elhíresztelte az öreg nyugalmazott kulcsárné útján a falusi parasztok közt a régi regét, mely a kastélyhoz fűződik, hogy ugyanis a török világban Koperecki Balázs kincseket ásott el valahol a kastély kertjében vagy udvarán, mikor a törökök elől menekült. Amint aztán mindenütt ezekről meséltek a kapzsi parasztok a kocsmában, a kovács műhelyben és a malomban, két egymás után következő éjszaka egy-egy kis cserép szirkében spiritus gyűjtött meg a kertnek azon a helyén, ahová a jégvermet ő méltósága tervezte múltkor beszélgetés közben, gondoskodván róla, hogy ezt a csacska cselédségből többen meglássák. És íme mi történt? Harmadnap fölkereste egy csomó összeszövetkezett paraszt, megkérték titokzatosan, engedje meg nekik, miután most nincs az úr otthon, az ásatást azon a helyen, ahol a tűz kigyúlt, mert ott lenni kell valaminek. Bubenyik ellenkezett. Ott kincs van, mondá, nem vagyok bolond, hogy megengedjem. A parasztok a józan eszére appelláltak. Akkor volna maga bolond Bubenyik, ha nem nekünk engedné megtalálni, mert mi a felét adjuk magának, de ha a báró úr ásatja ki, legfeljebb 10 forintot vett. Úgy ám, de az a 10 forint legalább biztos, ellenveti Bubenyik. A ti osztalékotok pedig nem biztos. A parasztok összesúgtak most maguk közt, és a 10 forintot összerakva előre felkínálták, ha szemet hún az éjjeli ásatással szemben. Így történt aztán, hogy tegnap előtt éjjel kiásták a jégvermet ebben a szorgos munkaidőben, mikor minden épkézlábember szántással, vetéssel van elfoglalva. Koperecki a hasát fogta nevettében, minden baját egyszeribe elfelejtvén, majdnem újjongott örömében. Bubelnyicsek, Bubelnyicsek, ó, de csókolni való gazember vagy. A bárónak hirtelen komolyra hosszabbodott meg az arca, és így folytatta. De ha te ilyen ravasz vagy, Bubenyik, akkor én egy fogaskérdést intézek hozzád. Az apósomnak 2000 forintot kell küldenem, mégpedig mindjárt holnap, azután nekem is szükségem van 1-2000 forintra az installációhoz. Adj hamar tanácsot, honnan szerezzem meg? Vegyem föl a takarékpénztártól. Ott már kimerítettem a hitelemet. Úgy ám, de fölfrissült azóta. Mitől? Hát a prágai örökség kutya? Kérdezte Bubenyik kedveskedő pislogva. Nem kutya, felelte a báró, hanem a kutyák kezén van, Bubenyik, prókátorok kezén pör alatt. Bubenyik erre sem jött zavarba. Próbáljunk a vagyinai zsidótól kérni, van annak elég? No, az nekem is eszembe jutott, csak hogy már 2 év előtt. Azóta mindig azt csinálom, de már nem lehet többé. Akkor aztán nincs más hátra, vélte Bubenyik, össze kell hívni a főkötő őröket. Koperecki felszisszent ettől a szótól, mint akit a kígyó csípett meg. A főkötő őröket? Dadogta és szemei kitágultak a rémülettől. Nem, Bubenyik, múljék el tőlem ez a keserű pohár, gyengék az idegeim, nem bírom a nősírást, Isten úgy segéljen, nem bírom meg. Pedig más mód nem igen van. Koperecki dühösen száguldott fel s alá a szobában, egyszerre megállt Malinka előtt és felsóhajtott. Inkább lopnám azt a pénzt, inkább lopnám. Majd megint végigmérte a szobát, vagy 4-szer, és agyoncsapott a tenyerével egy pókot a falon, mely játszik kedve leleszkedett talán mennyezeti hálójából egy finom szálon, aztán tompa, sötét hangon egyezett bele mindenbe. Hát, csak csináld meg, Bubenyik, de úgy, hogy minél kevesebb bajom legyen. Vigyázz, Bubenyik, úgy csináld, hogy meg ne öljenek.